Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 perccel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Sziasztok! Hello, Jani! Szevasztok! Hello! Egy újabb hét, méghozzá az utolsó nekünk, ugye, jaj, a szabadságunk előtt. Igen. Hú, azt hittem, csak nem szóltál nekem. Nem, igen, és fölmondtuk a szerződést. Nem, még abban jók vagyunk, viszont Szabira megyünk gyerekek jövő héten, úgyhogy az utolsó hetet. Az utolsó hetet kezdjük el, aztán kicsit pihenünk, és majd csak jövét után jövünk vissza, de ez még messze van, csak mondom. Csak mondom, hogy egy ideig nem. Végre megműtenek. Nem lesz, hát, hú, igen. Igen, nekem most erre fog szólni a szabadságom. Melyek, megyek hétfőre kaptam végül időpontot, mondták, hogy ne egyek, ne ígyak már éjföltől semmit, és szeretettel várnak egy órakor, hogy egy kicsit faragjanak az orromon belülről, kívülről nem, mert szépségversenyre mostanában nem megyek, délután egy. Ha mondjuk amilyenek a lányok voltak a hétvégi szépségversenyen, elindulhatnám, mert esélyes lenne, hogy behúzod, mert... A melleim kemények, a seggem formás. Jaj, és orsövény, ugye? Orsövény. Az orsövény, és hát miután feltárták egy koponya CT-vel, a problémát kiderült, azért még 2-3 kisebb probléma is van, úgyhogy egy füst alatt gyorsan 3 műtéten fogok átesni, egy kis altatást, aztán felkerek, és már nem leszek a régi. Ó, Istenem. Ó, és eltűnik mindenféle rossz dolog az orrodból, és helyet kap az, aminek ott levegőt. És újra kapsz levegőt, a Nazivin használatának meg mindennek. Így van. Hát én bevallom őszintén, erősen függő vagyok már hosszú évek óta ezektől a különböző orrcseppektől, és na, ezek így kikopnak az életemből. És újra kapok majd levegőt. Újra annyi oxigénnel gazdálkodhat majd a tüdőm, amennyi a gyári. Nem tudja földolgozni majd az élményt, adat, hogy úristen, mi ez? Csak úgy jönnek, azt mondja, majd a szagok. Azt mondta a doktornő, hogy óriási minőségbeli változást hozhat az életemben. Nőni már nem fog, sajnos, de az alvásomon, az alvásomnak a minőségén, a sportolásnak a minőségén is meg fog látszódni, meg mondjuk lehet majd mellettem aludni, és nem hortyogok. Mondjuk azért volt benne egy ilyen hozhat az életében változás. Tehát nem biztos. Nem biztos. És lehet, hogy visszanő. Tudod, ez nem. Van ismerős, hogy háromszori orrpolipitétje volt, de hogy azért ez nem mindig történik így. Vadon úr, 100 000-ből egy. És ki lesz az egy? De sövény vagy polip? Sövény. Az nem nő vissza. A polip az vissza tud jönni. Nem, hál' Istennek nem polip. A sövény. Csak van benne egy ilyen, egy hajtókanyar, igen. És ez eltűnik majd a jövő héten, hétfőn, egy óra után. Jól van, akkor hát... Lábadozás elég az 5 nap? Elég. Tehát vissza tudsz jönni? Nem. Azt mondták, hogy nem, de visszajövök. Visszajövök, azt mondták, hogy minimum másfél hét, de én ezt még minimumra fogom venni, és akkor azon a héten természetesen jövök a következőn, úgyhogy... 3 napig leszel föld, vagy így ekkorára föld leszel. Belilul a szemed kicsit. Attól függ, mennyire ütik szét. Ha nagyon szétütik, akkor csúnya dolgok vannak. Tehát akkor lilul, sárgul, mint a monoklik, olyanok lesznek. De nem mindig. Nem, tök jó lesz. Ez van, hogy hétfőn műtét, kedden pedig megcsináltatom az új szemeimet. Az új arcot. Én tényleg azt is meg kell. Hát új személy lesz, igen. El. Az egy órát meg én se értem, valószínűleg azért van, mert itt tudom én egykor bealtatnak, elmennek meg, mindenleg aztán kettőkor kezdődik a műtét, nem? Hadd pillanj, hogy egy gyerek olyan korán kell. Figyelj, Viki is megcsinálta, és kemény volt, de végigcsináltuk. Egy kemény egy hét. Szóval az ugye nem fekhetsz egy hétig, ülnie kellett, ülve aludt, nem lehet viszintesen, tehát hogy nem mondanám, hogy kiutazás lesz, de nem akarok hazudni. Úgyhogy készülj rád, de majd gondolok rád, amikor valahol hideg koktélokat iszogatom, és iszogatok a családdal, és nézem, hogy a gyerek ugrál a medencébe, és még nem tudom, hova megyünk, de majd valahol biztos megyünk, úgyhogy... Én is egykor így ránéz az órájára, állj! Bocs, ez fájt, Jani. Igen. És ő pedig még egy koktélt. Na, ezt a János kedvéért, még egy Virgin Mojito Vikinek, és még dupla rummal, balik. Én is küldök majd képeket, szelfiket a tampon cseréimre. Hát sűrű hétvége volt, gyerekek, sűrű hétvége volt sok szempontból, sport szempontból is sűrű hétvége volt. Program szempontjából nézés vagy csinálás szempontjából nem mindegy.
Sporthétvége volt, nézés és csinálás is, és hát életem sporteseményét kellett tegnap végignéznem, nem akarom egyből a fogadásokra terelni a szó, de hát aki látta, az tudja, hogy minden idők legnagyobb gárosz döntőjén vagyunk túl. Tényleg? Vagy mondhatni az egyik legjobb gárosz döntőjén, 4 emberre voltam online kapcsolatban, 2-vel telefonkapcsolatban, 3-mal SMS-eztem, WhatsAppon voltam. 3 gyerekkel voltam otthon, úgy néztem a gárosz döntőt konkrétan, tehát Benny egy kis barátjával, meg még Noellel, mert Viki nem volt otthon. Menjél föl játszani csöndbe vagy? Játszok csöndbe, azt sejtok be akartok, apa, igen. Szétszedhetél, igen. Apa, fölgyújtottuk azt, hogy nem baj, menjétek rá. Dobjatok még rá valamit, hadd éljen. Betörtük az ablakot, nem tört be a másikat is, csak menjetek játszani. Apa, a bácsinak nagyon fáj, ahol eltalált. Nem érdekes, hagyjatok rá békét. Hát itt vannak a tűzoltók, és nem érdekes. Hát figyeljetek, szóval aki látta, az tudja, hogy miről beszélek. A hideg rázott, a végét megkönnyeztem, Djokoval együtt sírtam, én is, amikor ő sírt. Sírt Djoko? Djoko bebőgött a végén, és hát nem találok szavakat. Tehát, hogy ezt a Garros döntőt egyszerűen, aki nem látta, az nem látott semmit. Az nem látott semmit. Stan Wawrinka, Sunny Roland Garros, igen. Stan Wawrinka élete játékával győzte le a 20, nem tudom, X meccset győztes Djokovicot úgy, hogy atomtenisz, űrtenisz, nem, de jók volt. Voltak mind a ketten? Fantasztikus tehát játék volt. Felfoghatatlan. Igen, szóval nem jó. Az volt, hogy jött Djoko, és rossz napot fogott ki, és Wawrinka győzött, hanem egyszerűen mesterie játszott, de Wawrinka még amikor kellett rátett, és olyanokat ütött, hogy egyszerűen sírtam. Mm. Sírtam, és gyönyörű volt. És természetesen közben a pénzt, tehát számomra is gondoltam azért mindig, de... Amivel a gyerekek most köksz, vagy mi? Vagy ahogy én köggyek? Amivel a gyerekek kiszaladtak a non-stophoz, tudom. Majd átvesszük az eredményeket. Ja, és nem mennyit kell adni? Hát most egy picit többet. Ugye? Most sokat. Most visszanyered azt, hogy... amit elbuktál. Igen. De ezt úgy kell odaadnod, hogy ezt nem sajnálhatod. Én nem sajnáltam, úgy értem, hanem ez egy olyan tényleg egyébként olyan garosz döntő volt, hogy én nem láttam még embert így teniszezni. Tehát amit a harmadik szedben csinált, az egész egyszerűen felfoghatatlan volt. Felfoghatatlanul verte meg azt a Djokot, aki egyébként végig nagyon jó volt. Szenzációs volt. Tehát nem arról volt, hogy rossz napot fogott ki Novák. Nem. És ez a Wawrinka, lenyilatkozta az elődöntőben, hogy bárkit meg tud venni, a jó napja van, és az egész világ kicsit megutálta. Élén az újságírókkal, akik azt mondták, hogy azért ez picit sok. Nyilván sok. Majd aztán jó napja lett. Agyonverte a Federert 3 szetben, és jött Djokoval a döntő tegnap, és valami elképesztő játékot. Nincsenek rá szavak. Aki látta, azt tudja, hogy mi volt. Gratulálunk neki is, és neked is. Belenéztem a foci meccsbe is. Aha, na mit játszott a Torino? Torino? Hát én 1-1-nél kapcsoltam ki. Ma Barca nyert, tán. Nyert a Barca. Csak mondom, hogy a Torino volt. És láttam a Tsonga Wawrinkát is. Mindenre fogadtunk? Ott a Tsongára nem, fogadtunk. 3-ra nem fogadtunk. De visszahallgatjuk, azt hiszem volt egy Tsonga Wawrinka is. Ne, ott 2-nek kell lenni. Nem lehetek ekkora buktában. Hát Feri. 30-ocska. Várd meg a 10 órát, akkor szokták újra tölteni itt az ATM-et. Nem fogadhatunk 3-ra, 2-re fogadtunk. Úgy emlékszem, hogy 3-ra, de lehet a Tsonga Wawrinka az nekem is 2-esélyes, de szerintem belehergeltelek ott, bár egyébként Tsonga. Még arról beszéltünk, hogy Tsonga francia, és hogy Tsongának van esélye. Igen, te mondtad, hogy igen, hogy ott a helyiek majd szurkolnak. Egyébként Tsonga 6-szoros otca volt a Wawrinkának a döntőben, csak hogy értsd, hogy mennyire jól fogadtál, Djoko 1,1, Tsonga 6-szor, vagy a Wawrinka 6-szoros. Akkor senki most nem. Az a nagy szóval volt. Sem volt papírforma, hogy a Wawrinka ezt nem, az a nem. De fantasztikus volt. Nem. Én a meccset nem néztem, csak 1-1-ig nézte valaki utána, hogy mi nem. volt? Háltak 3-1, de én ott a végén már gyereket altattam, nem tudom, mit csináltam. Sövényvágásról úgy, bármit kérdezhet. Locsolásról. Jól csináltad? Nagyon ügyes vagyok. Egyre ügyesebb, inkább így mondanám. 3. percben a Juventus kapott egy gólt, akkor mondtam, jó van, mehetünk aludni, mert ez még csúnya lesz. Aztán láttam a Eurosport alkalmazáson, míg altattam a gyereket, hogy 1-1, és aztán pillanatokat láttam, hogy 3-1 a vége. Tehát ott az utolsó pár percben még eldőlt valami, és a Barca BL győztes lett. Igen. De nem néztem végig. Szegény Juve Wenger csúcstartó lett abban, hogy ők szegény bukták Torino. El a legtöbb. Ja, most igen, már ne rúgdossuk őket, nem? Igen, is mi? Igen. Úgyhogy... Van automata? Vagy van nálam, amiket elmentem. Van egy PIN kód, menjen, vagy nem? Istenem, amikor adtad azt a 20-ast az elmúlt héten, amit elnyertem, akkor nem volt ekkora szád. Hogy vagyunk? Hogy? Jó van. Na mindegy. 3-ra biztos nem fogadtunk. Nem lehetek ennyire hülye. És neked hogy telt fel a hétvége? Bár ennek a fényében már nyilván. Semmi. Én hétvége, vagy nézted az most reggel értesültem az összesről, tehát én így pénteken igen. lekapcsoltam, és most visszakapcsoltam,
kicsit szívtam a fogamat, hogy júj! Ez erős lesz. Erős lesz, de mondom, ezt gyerekek, állni kell a fogadás, nem csak akkor örülünk ám, amikor nyerdesünk össze-vissza, amikor az elmúlt héten hozta a tízeseket Bali. Nem igen, egyébként nagyjából örülünk. Visszanyerem azt hiszem, vagy talán egy kicsi pluszban zárom, de nagyon nem vagyok erős, mert hogy éppen visszaszedem, ami az enyém. Ha háromban fogadtunk, akkor egyel vagy bejjebb. Mondjuk ott, hogy a saját pénzeddel fizetlek ki, mert ennél megalázóbbat nem lehet mondani. Tudod, ezt szoktuk mi is egymásnak mondani, ha valaki valakivel fogad, a saját pénzeddel fizetlek ki. Külön kellene tárolnotok. Egy ilyen kis külön hely, külön helyben. Elkülön egy összeget, és akkor az a fogadás. Igen, alatt is ide-oda adnánk. Lenne ott egy ilyen kis fém kazett, ez a klasszik, tudod, ráírva sportfogadás. Igen. Nem tudom, ti hogy vagytok az állathangokkal, nekem péntek óta mindenki állathangokat utánoz. Tehát nem volt, megúsztátok? Tehát, engem megszólítottak a közérben, én megszólítottak hétvégén, egyeken voltam tegnap a kis gasztrofesztiválon, nagyon jó kis hely volt, ott is két ember jött oda, hogy hallgass. Valaki oda kiabált, hogy Balázs, hú-hú. Nem hiszed el, ketten jöttek oda, hogy fia, hallgass. Szerinted jó, de egész hétvégén, és most még egyébként taxival jöttem megint, és még a taxis, akivel minden reggel jövök, ugyanaz a taxis, nagyon jó arc, ő még elmondta, hogy ő egyébként még nagyon jó ebben, és ő ezt még egyébként régóta tudja. Megmutatta? Nem, finoman belemerültem a telefonomba. Ne esektek senki az hát adás óta, nem? Én megmondom őszintén, hogy sokkal jobban fókuszáltam ezzel a hétvégén az állathangokra, mint amennyire eddig. Valamikor 9 óra tájban megébredtem szombaton, mert Monik kinyitott az ablakot, hogy szellőztessen egy kicsit, és kintről behaladszott egy galamnak a hangja, és így félre mondta, hogy takarodj már Feri, hagyjál már, légy szombaton. Ne, hagyd majd hétfőn. Ugye, hogy ugyanolyan? Egyébként a rohadék gerléje, ugye? Szóval, hogy akkor kísértek a madárhangok. Nem, mondom, egyeken is megszólítottak, hogy hallgassam meg mindenféleképpen, mert hogy ez szerinte világbajnok. Már nem is tudom, mit csinált egyébként Vikivel, az anyósommal volt. Tessék? Jó volt legalább? Jó, határozottan jó egyébként mondom, de a taxiban barátok, ismerősök, tehát hogy elindult ez az állathang, hogy ezt hallgass meg. Az a hullámos papagáj, az nem volt jó, az enyém az sokkal jobb. Tehát, hogy ilyen. Mindenki állathangokat utánzott. Mit de a majom te egyeken? Egyeken volt egy gasztrofesztivál, ez egy ilyen gasztrosétány, ez nem az egyeki bornapok, hanem ez most már egy ilyen második, azt hiszem ez is a Rókus Valvit csinálja piknik. Egyébként. Egyeki piknik, igen. És egy ilyen hosszú sétányon fönt egyeknek a tetején van megcsinálva egy utcasor. És ott végig ilyen erdélyi lángos, kürtös kalács, sajtó, kézműves cuccok. Nagyon jó hangulatú az egész. Hát 30 fokba értett két gyerekkel, csak mi mentünk. De bevállaltuk. Babakocsi, tolom, viszem, izé, fekszik, minden. Jó volt, sétáltunk egy másfél-két órát, vettünk egy-két dolgot. Nagyon hangulatos kis hely. Meg szép rész az ott arra felé. De hát persze megint tudod, abban le két gyerekkel, anyóssal, feleséget, ott hogy kell menni, boros pohár kézbe, lóg le, itt iszol egyet, átmész, ott isz egyet, a végére már nagyon részeg vagy, majd jöttök vissza. A 30 fokban így a legjobb. Tápszer! Cumi! Pelenka, tolom, érted, folyik rólam a víz, tehát nagyon jó bevállaltunk. Anyósok egyre részegebben. Mondtam is a Vikinek, hogy nézni kell, így kell jönni, bemész az elején, iszol egy rozét, utána iszol egy szárazat, egy fehéret, a végére már nagyon boldog. Bemész az első pincébe, és már fel se jössz. Igen. Mi meg egy botta szörpöt a gyereknek, egy kürtös kalát anyunak. Tehát így mentünk, de voltak sokan gyerekesek, ezt azért úgy kell, hogy azért drinkelsz picit. Otthon, hogy a család barátokkal kimegy, és ott is alszik. Barátok, feleség neki szalad, és akkor tudod, mire a sétány végére értek, addigra nagyon részeg vagy. Tehát ez így kellett volna csinálni. Mi egy ilyen alternatív családlátogatós, soha véget nem érő, utcán sétáló, tűzőnapon menő, jaj, miért jöttünk ide, miért nem vagyunk már otthon című történetet nyomtunk, de egyébként jó volt. Vettem bolca szörpöt. Már még jöttek kimenni. A védelét, figyelj. Hoaj, de durván élek, nem? Hagyjátok ki, mert akkor majd felfor, és akkor az is üt. Kocsiba hagyjuk egy hétig. Igen, de kemény cucc. Na mindegy, úgyhogy ez volt hétvégem. Ahogy gyönyörű volt. Ferencem? Volt, persze, igen. Azt szeretném mondani, hogy a BMW-sek most ne haragudjanak meg, de BMW-s fesztivál volt a hétvégén Velencén. Az összes sztereotípiát, amit el szoktunk mondani a BMW-sekkel kapcsolatosan, annyira csodálatosan megerősítettétek ti, aki ott voltatok, és csikkeket pöcköltetek ki az autótokból, és 140-nel mentetek Velence belterületén, úgyhogy gyerekek próbáltak átjutni a főúton a strandhoz. Tényleg. És kigyúrt kopasz állatok vagytok mindannyian, hogy az gyerekek példás volt. De tényleg, még egyszer mondom, aki nem ilyen, az nem egy. Figyelj,
Hát így megőrültél. Nem tudom, hányan voltak ott ebből a kasztból, aki BMW-snek vallja magát. Ez minden évben van ez a találkozó, és tavaly egész normális volt. Hát most, ami történt, és minden. De régi autók voltál, merek? Vagy aki, ha BMW-d van, oda mehetsz, tehát egy sima X6-od, egy 5-ös, egy 3-as BMW, menj le, mert BMW-d van? Tök mindegy, aha. Így van, tehát lehet régi autó, lehet új autó, és nem csak én láttam ezt, hanem így az egész település most így megrökönyödve vette tudomásul, de mondom, ők minden évben ott vannak, és eddig semmi gond nem volt, most lehet, hogy összejött a sűreje, a krém, és hát így nem hiszed el, tehát gyorsulási miért verseny. Miért Tommelé szerezik, mert rentabilisabb így a kocsi mosás? Nem tudom, hogy a kempingben szoktak lakni, egyébként ez egy ilyen tök jó rendezvény volt. Eddig most nem tudom, mi történt, de annyira ráerősítettetek azokra a dolgokra, érted, amiket mindig elmondasz, hogy a nagy kigyúrt kopasz a bömösös. Hát, én ezért imádom a BMW, de nekem például ezért nincs BMW, mert itthon sokszor például X5, X6 olyanok szállnak ki, hogy igen. Kicsit ilyen lefuttatott márka lett, és egyébként maga a BMW egy gyönyörű autó, csak sokan úgy használják, hogy BMW, Merci, MLG, Audi, ezek már ilyen sajnos, igen. És biztos vannak más milyenek is? Vannak, persze, de most az összes vannak. Ilyen odajött, és jöttek a falubeliek, akiket ismerek, hogy városbeliek, mert város vagyunk, hogy figyelj, hát láttad, hát most mi van itt? És maga a dolog is nagyon érdekes, van például oldtimer BMW-k, vagy cabrio BMW-k, vagy, de azt, hogy sima BMW vagy, mennyi lehet, hát nekem lenne egy Audi, és akkor menjek egy Q7-esre, és akkor neked is Q7-esre. Hát ez ilyen márka összefogás. Ugye, az fura. Nem hallottam még ilyen. Van, ami Alfa találkozó, van BMW találkozó, aha. Trabant találkozó. Na azért az mégiscsak, az abban van vitamin. Egy Trabi találkozóban az ott a rendület. Gábi hétvégén, a tó mellett. Igen, azért jobb lenne egy Shimano találkozó. Hát sokkal, az mondjuk minden nap van nálunk, tehát a Velencei tó körül lehet menni, de most így nagyon, nagyon belőle. És a kopasz kigyújt. Igen, nagy zene, nagy zene, nagy felni. Így, nagy zene, nagy felni, nagy kar. Hát az kell együtt. De csak a bal, mert az ló. Itt nem, a bal barnább. A bal barnább, a bal nagyobb, igen. Minek gyúsz jobbra, azt nem látják a kocsiból. 21-es alufelni, harmankardon, és megyünk az X6-tal a BMW találkozóra. Így volt. Hát igen. Így volt, de mondom, az de vannak ilyen felelőtlenségig fajuló, tehát tényleg egy százzal ment a városon keresztül, és ott azért van egy csomó, hogy hívják, turista, egy csomó nyaraló, aki szeretett volna menni, ahogy a Szabadstrandon, és így álltak az emberek, és nem. Azt hiszik, mikor megyünk anya a strandra, mert 8 óta itt állunk. Ezért kell ilyen nyugdíjas ólévédés dacszövetséget alakítani, hogy kinülnének a kis padokon, tudod, a házak előtt, és a következő autóba visszapöckölnék a csikkeket, tudod, igen, ez nem tesz jót neki. Hát nem. És pont, látod, és pont ennyi, hogyha ott egy normális, mert mondom, a tavalyi például, vagy a tavalyi tök normális emberek voltak, át lehetett menni lassan, mert kell autós felvonulás, menjenek oda. Jó hangulata van, persze. Ez százzal érted, így keresztül a városom. Szóval döbbenetes volt, most nem tudom, mi történt, lehet, hogy a nagy meleg egy kicsit megsütötte őket is ezért. Hát meg azért pöckölik ki a csikket, mert nyilván vigyáznak az autóra. Ez meg valahol azért... Hát mondjuk igaz. Mert a vajbőrön... Nem azért tudod, milyen a hamu a vajbőrön? Tudod, mennyire ideges, hogy azért az nem túl jó. Ha te is kipöckölnéd a vajbőről. Igen, nem, ez nem szimpatikus. Nem szimpatikus. De vannak normális BMW-sek is. Azért természetesen. Mindig, mondjuk minden autónak, csak Magyarországon igen, ez az Audi, BMW, Merci, ez amíg akárcsak átmész Ausztriába, és ott 50 éves fogorvos száll ki egy mit tudom, egy 500-as CL Merciből, addig itt nem veszel egy ilyen kupé Mercit, ha megtehetnéd sem, mert olyanok szállnak ki belőle, hogy nincs kedved egyszerűen. Valahogy ezzel azonosul. Meg örüljnek, hogy nem Zaporozsec találkozó volt, mert akkor hangban visszasírtad volna a BMW-ket. Én azért váltottam például most angol autóra. Uh-huh. Tényleg, mert hogy kicsit ugyan, hát, igen, éppen nincs autóm, de de hogy szóval igen, sajnos. Na mindegy, jól van. Új hét kezdődik, és ráadásul az utolsó a szabadságunk előtt, úgyhogy aki agyon akar bennünket verni, az most ragadjon telefont, jó? Írjon SMS-t, lehet arcoskodni, 0-0 van, és szívesen vesszük mindenkinek a jelentkezését, aki bátor. Még a régi nazális hangomon tudok játszani bárkivel. Igen, jövő hét után már Jani új hangján osztja majd a csapásokat, úgyhogy még ha régi Janival akartok játszani, akkor jelentkezzetek. Mi meghallgatjuk Ákostól a legfrissebb híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Minden idők legrövidebb száma.
minden idők legnagyobb Garros döntője után minden idők legrövidebb dalát hallottuk. Jó, adom a pénzt. Nem, erről a Garros döntőről még fogok beszélni egy picit. Minden órát így kezdek, hogy egy nagy tapsot nyomok Wawrinkának. Aki látta és szereti a teniszt, tegnap úgy feküdt le, hogy már, ha nem csinált semmit egész hétvégén, akkor is a legnagyobb. És mindig a dalok terhére? Hát akkor mindig egy fél percet lecsípsz, és akkor mindig, majd azt mondjuk mindig, hogy ez volt a short mix. Ez volt a short mix, igen, Wawrinka megérnem, de tényleg óriási volt. Na játszunk, itt van a játékosunk, akivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Erzsi, hello Erzsi! Hello, jó szó! Szia, honnan hívtál minket, Erzsi? Alacsányról. Még egyszer? Alacsányról. Alacsány. Uh-huh. És kivel szeretné játszani, Erzsi? Hát, ha minden igaz, akkor Jánossal. Ha minden igaz? Ha még a régi hangja van. Még igaz. Ez még az. Ezen a héten még az. Na jó, a többit majd akkor játékban. Jó, János, okay. Minden megkérdez, amit tudni szeretne. 3-2-1, és tessék. Zalacsányi vagy. Kívánok. Ugye, jó reggelt. Zalacsányi vagy. Jól hallottam? Majdnem. Jól hallottam. Majdnem az vagyok. Miért mondod, hogy majdnem? Mert? Helyileg máshol lakom. Hol? Csak itt dolgozom. Helyileg Jászladányon lakom. Jászladány. És Zalacsányban mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Dolgozom. Minősége meós? Az bizony. Ugye, uh-huh. Hogy mondod. Milyen gyárban? Gyárban, igen. Mi gyárban? Basszus! Ez nem tartott sokáig. Hát nagyon nem. Erzsi, te hány éves vagy? Körülbelül, ha nem akarod pontosan. Tudom. 40 pontosan. Ja, mert az Erzsi, ritkán van ilyen fiatal csajnak Erzsi neve, nem? Uh-huh. Úgy valahogy az Erzsi, az úgy kicsit úgy picit idősebbek. Idősít az Erzsi. Hát a Böbéről már igen leszoktam, tehát igen. Inkább erre szoktatom rá az embereket, mert azt már nagyon unom. 20 éve nekem is már ugyanaz a bögre van, úgyhogy. Nem baj, az én újítok. Én újítani szeretek. Erzsi, hát. Sajnos ez most nem jött össze. Nem jött össze, ügyesen indultál, aztán belehergelted magad a munkádba, és ott történt. A munka, ez a szárnya munka, nem szabad dolgozni az azért van. Meg talán én is benne voltam egy picit, de... Igen. Nem, annyira nem. Erzsi, köszi a játékot, ügyes voltál. Én köszönöm szépen, hogy játszottam veletek. További szép napot nektek. Szia. Hello. Napot. Ott már volt egy majdnem, illetve kimondta, de már nem tudom, miben maradtunk. Nem, az nem számít. Nem szóltunk bele felébe. Egymásra néztünk, aztán legyintettünk. Jó, én is mondtam, hogy engedjük akkor tovább. Menjen tovább, persze. Ügyes vagy, jó, János. Hát mégis jó csak a régi hangod. Ez mégis jobban hangzik, hogyha azt mondja, hogy nem te nyertél, én veszítettem. Tudod. Jó van, jó. Megadtuk az alaphangot. Megadtuk az alaphangot, igen. M3-as bevezetőnél lépésben haladunk, van egy trafink, ez Baba új küldte nekünk, és trafi van Mohácson a Selkútnál. Köszönjük szépen, jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 10 perccel, jó reggelt! Kívánom mindenkinek, hétfő van, egy újabb hét indul, és marad a jó idő. Ami mindenképpen jó, király. Hogy a június ilyen kegyes hozzánk, nincs hétvégén rossz idő, jó idő volt, és marad is, amit látok, egész héten jó idő lesz. Cseréltél ilyen műelőlapot a telefonodon? Mert ugye az elmúlt héten volt egy ilyen kis vitátok a két telefon között, és a tiéd rossz időt jelzett erre a hétre. Képzeljétek el, hogy már az enyém is azt mutatja, amit egyébként mindenhol lehet olvasni, hogy mindent látok. Én nagyon csalódtam abban az alkalmazásban. Most komolyan, egész hétre rossz időt mondott, meg esőt, most. Ez alapalkalmazás volt a telefonodon? Hát tehát az alapalkalmazás, ugye van az iPhone is alapidőjárás alkalmazás. Alap.
Alap volt. Vagy egy bővített app volt, vagy egy letöltött app volt, vagy alap volt. Figyelj, nem alap volt. Alap volt. Én ezért mondom, hogy én értem meg, hogy jöttök meg, meg próbálkoztok meg, de hogy szóval, érted? Uh-huh. Na látod, ez is egy nagy különbség a két telefon márka között. Egyébként nem volt. Tudjuk, hogy milyen idő lesz, ti pedig esernyőt mentek vásárolni. Csak mondom, hogy nem az nem volt, direkt mondtam azt, hogy az volt, mert tudtam, hogy ez fog következni. Nem, semmi köze a koreaiakhoz. Nem, ez nem. Ez egy magyar app. Vásároltad pénzt, adtál ezért az appért? Ja, jaj, de hülye vagyok. Ha nincs ott nagybetűk, hogy free, akkor azért János tovább megy. Nem gondolod, hogy... Mind bármit ütök be a Google-ba, az úgy kezdődik, hogy free. Igen, 60 eurocentet ad egy időjárás applikációért, a fenének adna 60 centet. Ugye, ha valaki nem tudná, esetleg mondjuk a múlt hét elején János telefonja jelezte, hogy egész héten szakadó eső, hideg, zápor, zivatar, na most hát egy csepp eső nem sok, annyi nem esett. Igazából 30 fok volt, és döglesztő meleg, de valamiért ott kicsit összekeveredtek. Nekem az is lesz egyébként a sírkömen, szerintem megoldható. Nem, az lesz konkrétan, hogy mondjuk hosszú a sír, nem, várjál, hosszú a sír, rövid az élet, free download, ez a lényeg. Igen. Na, kb. Ez. Ez egyébként jó. Szerintem ez egyébként jó. Igen. Egér út Koccanás a város felé alakul a sor. Manó küldte nekünk, két irán származású kamion megy az M5-ös autópálya kivezető szakaszán a buszsávban. Szerintem eltévedtek. M3-as 203-as kilométernél a hajdúnánási lehajtónál trafiznak Budapest felé. Ez Dávid küldte nekünk, 3-as főút Bagi elágazásnál körforgalom építés, mind a három irányból kilométeres a torlódás, Asszót felé lehet kerülni. Az M3-as felé Médiás Matyi küldte nekünk, Nyírábrány és Mámos Pécs között van egy trafiunk, Balázs küldte, és a 203-as kilométernél Budapest felé szintén mérnek, Nóri, drága vagy, hogy elküldted, ez is az M3-ason van. Köszönjük szépen. És van egy közérdekű információnk is, a vöröskeresztes véradó kamion, come back. Pénteken. Jelentsen ez bármit. Igen, come back, vissza. Return of the véradó kamion, ahogy mondani szokták. Pénteken 6 óra 30-tól 11 óráig véradás lesz itt az Üllői 102-ben. Mindenki adhat vért, aki egészséges, aki elmúlt 18 éves, és még nem töltötte be a 60. életévét. Hoppá. Az 50 kg-os súlyhatárt is eléri. Bőségesen fogyasztatok majd előtte italt, hozzátok magatokkal a fényképes igazolványatokat, vagy a tajkártyátokat, nem, illetve a tajkártyátokat. Személyigazolvány, jogosítvány, útlevél, plusz a tajkártya. Ennyi minden kell. KBS kell. Egyik az egyik. A tajkártya az fixen kell, az összes többi fényképes igazolvány az gyakorlatilag szabadon választható. A három nem, tudják, hogy a saját vérem nem hozott vér? Igen. Tehát, hogy igazolnom kell magam, hogy ez a saját vérem. Hozott vérből nem dolgoznak. Hozott vérből. Ez olyan, mint a játszóházakban a hozott torta. Igen, tehát igazolnod kell. Így van. Pénteken gyertek, akkor 6 óra 30-tól 11 óráig, de az Üllői 102-be adjatok vért, mert aki vért ad, életet ad. És tényleg. Jó? Igen. Még sokszor halljátok majd tőlünk. Ezen a héten. Játékaink is lesznek, többek között Forma 1-es futamra sorsolunk jegyeket, gyerekek. Hoppácska. Hoppácska. Így van. És a Harley Fesztiválra is, ha minden igaz. Yes. Akkor majd Meet and Greet-et is sorsolunk, meg rengeteg mindent. Rengeteg mindent. Meet and Greet az Európa zenekarra. Na, most húzd föl őket, hogy az egyszámú zenekar. Az egyslágeres, ám de méltán népszerű, hihetetlen virtuózok, zenekar, a gitár virtuózok, nem tudom milyen, így van, az egyslágeres Europe zenekar, viszont jönnek a Harley-ra a gyerekek, úgyhogy ha valaki szeretne velük találkozni, ő is nagyon figyeljen, mert sorsolunk majd Meet and Greet-et, lehet, hogy a Meet and Greet-et egyébként csak pénteken, ma még csak belépőket, minden összeálladás végére a mi fejünkbe is. Jaj, láttátok a Fridinél a Gyurcsányt? Nézte valaki? Én belenéztem. Milyen volt? Jó volt? Belenéztem. Nekem nem tűnt túl őszintének a pacák. Tényleg? Igen. Az a, Maniros volt? Igen, az a fajta. Hát őnek ugye van egy stílusa, de nekem az a nagyon nem mersz oda nézni. Igen, nem mert sem lehet, hogy a Friditől. Tehát se a kamerába, se a Friderikus szemébe úgy nem nagyon. Ráfutottak ugye olyan kérdésekre is, ami nyilván politikai, hát egy politikusnál ez elkerülhetetlen. És ott olyan érdekes volt, viszont ami, és ezt most már itt többen is mondtuk, a Lacival beszéltünk kettő mondatot reggel, plusz Friderikus úrral is egy véleményen vagyunk, meg közvetlenül, ahogy mondtam a BK-nak, hogy figyelj, ez a csávó, ez pontosan olyan, mint az Alekosz. Pontosan ugyanúgy beszél, pontosan ugyanolyan manírei vannak. A Friderikus is ugyanezt mondta, hogy óriási párhuzamot vélek felfedezni közöttem. De lehet, hogy az Alek apja egyébként nem tudjuk, de lehet, hogy Gyurcsány Ferenc. Lesz egy nagy coming out majd valamikor, hogy igen, fiam, én vagyok az apád, és mondja ezt Gyurcsány az Alekot.
és még le is vágják a Alekosz bal kezét. Vagy jobb kezét. Tehát ez lehet, hogy volt valami régen, és az Alek egyébként egy Gyurcsány ivadék. Ha ez igaz, akkor kettő közül ki lehet büszke a másikra. Azt nem tudom, de hogy egyformák, vagy egyformán... Igen, a modorosság, aha, a manírok, ezek a szófordulat, a hangsúlyozás, egy csomó ilyen párhuzam azt volt. A mindenit. Érdekes volt nagyon így akkor nézni. Kemény lesz a következő kör a Mokkában. Igen, akkor a Demcsák meg a Kárász készülhet. Kell figyelni. Igen, akkor nagyon megint baj legyen. Igen, akkor megy be majd Feri, megy be a Kárászékhoz. Most mindent jóvá lehet tenni. Robi? Bántottuk a gyermeket, de nem bántjuk az apját. Ugye? Most akkor Robiék panaszkodhatnak egyébként, igen. Kárász írt egy nagyon hosszú posztot, hogy egyébként igen, nem érdekel mi beszólásunk, de egy ilyen 1500 leütéses, másfél oldalas fleknyi, ilyen 600 soros posztot írt. Viszont sokat foglalkozik, számára érdektelen dolgokat. Egyébként nem érdekli, hogy mi mit mondtunk róla, de azért egy ilyen 40, 50, 60, 80 sorban azért erre sikerült neki válaszolni. Egyébként nem érdekli, most ha valami nem érdekel, nem válaszolsz. Igen, most nem? Mondjunk tenni? Akkor olyat rá, ami érdekli, és akkor viszont kettő napig csak ül a gép előtt. Hazudjunk! Mondjuk azt, hogy laza és jó fej. Hát a fölhúzza magát ezen. De én nem olvastam, csak Jani mondta, hogy írt egy nagyon hosszú, nagyon hosszú posztot. Igen. Csak vicces volt, rögtön. Engem egyébként nem érdekelnek a fiúk, de azért válaszolok rá, és 40 mondatban dühöngök, hogy egyébként ők ezt meg azt csinálták. Tehát, igen. Hogy... De nem olvastam. Hát szerintem ilyenkor egy picit, mit tudom én, inkább meakulpázni kéne, meg elgondolkodni rajta, hogy vajon azok a vélemények igazak, van-e alapjuk, amiket magamról olvashatok ugye a médiában, nem pedig elkezdeni a másikra mutogatni. Mert hogy a szomszéd gyerek bizonyítványa, ugye, tehát, hogy az én édesapámat soha nem vigasztalta az, hogyha a szomszédban is megbukott egy gyerek, mert ő csak az érdekelt, hogy én megbuktam. Tehát, azt jó, meg is vert. Azt jó, érted. Pedig próbáltam mondani, de a Sanyi is megbukott, apa. Így van, örülj neki, Robi, hogy nem az apám a programigazgató. akkor ott vége. Ott vége lenne. Gyerekek, minden erről a plakát háborúról zeng. Azért ez is érdekes. Hát soha bűnüldözés még nem volt ilyen gyors. Soha. Valaha. Ezek valaha. Úgy elkapták, hogy... Eljutottunk oda, hogy rendőrség figyeli az óriás plakátokat. Azért ez is érdekes. Igen. És ez is kemény. Élethelyzet. Szerintetek, ha valaha ilyen gyorsan, ilyen hatékonyan köztéri rongálókat állítottak elő ebben az országban? Soha. Nem, hogy a rendőrség menne a bűnüldözés nyomában is keresni egyébként a valódi bűnözőket. Gondold el, hogy egyébként erre mennyi pénz megy el, nem? Itt összegrafitizhatsz falakat, ledönthetsz szobrokat, érted? Csinálhatsz bármit. Na de egy plakát? Hát, igen. Haló. És figyelik a plakátokat. Na mindegy, nem politizálunk, meg nem is nagyon szoktunk ezzel foglalkozni, csak érdekes dolgok történnek. Az országban aztán az ember azért ezeket így nyilván érinti. Viszont harmadik lett a Mihelisz, az is egy nagyon nagy dolog. Sportteljesítményről beszéltünk, Taps Wawrinkának, a Barszának. Nem azért mondom, nem tényleg nem, de gyerekek. Most minden idők legnagyobb garott döntője után Mihelisz Norbi viszont harmadik lett. Harmadik! Ez nagyon szép eredmény. Még jó, hogy abban nem fogadtunk, hogy dobálós lesz. Jó, hogy abban nem fogadtunk. Valaki igen. Mondja meg, hogy hányban fogadtunk, hány mérkőzésben, vagy hány 2015-ben. Sporteseményben. Három volt az, Feri. De miért? Milyen három? Nem lehet három. Anna, sólyom szem, kérjük ki a challenge-et. Jó? Rövid hangbejátszás keretein belül a pénteki fogadást tegyük akkor. Figyelj, ne csak köszönöm, akkor ragaszkodja fel a tényekhez, amikor te nyersz, jó? Mert akkor 0-0-ra kijönne. Hangbeli összesítés kapni arról. Nem mondod, hogy nem készültem. Reggel bejátszásokban ott van. Azt gondolod, hogy csak így. Na nézzük akkor csak, hallgassuk csak. Na nézzük. Hallgassuk csak. Ott leszek úriember, hogy akkor teszek a Barszára. Igen. Te teszel a Juvéra. Igen. Viszont ha Djoko Wawrinka, akkor én ott megteszem neked az esélytelenebbet, és az akkor ez így korrekt. De egyébként se tehetném mást a Djoko Wawrinkánál, hiszen Djoko mindig az nem enyém. Nem, hanem hogy belemegyek abba, hogy a Djoko Wawrinkát is tegyük meg, mert én ott akkor a Wawrinkát bevállalom, ez sokkal jobban esélytelen. Ja, mondom. Hát ők fognak játszani. Tehát akkor Wawrinka Conga. Igen, tehát Wawrinka Conga, én ott Barca, én ott Barca. És a Djoko Wawrinka döntő van, amit szerintem nagyobb esély van. Van még a Djoko, hogy hívják ezt a másik gyereket? Ott arra nem teszek, nem az hülye vagyok. Azért minden nem teszek meg neked, mert Djoko Muraj, ott Djoko. Igen, akkor azt nem tesszük meg, nem veri meg de ha Wawrinka Djoko. És Wawrinka Djoko a végén a Garosom, ha Djoko Wawrinka van, akkor visszaadom neked a nagy lelkűségedet a Barca Juve-val, vagy Barca Torino-val kapcsolatban, hogy akkor visszaadod a nagy lelkűséget. Wawrinka nem tudja a Djokot megvenni. Ezt a Djokot biztos nem.
Három. De hogy milyen egy, de most ne haragudj, milyen egy rohadék vagy ezzel, hogy visszaadom a nagy, nagy lelkűségedet. Köhögd a gubát. Tunga Vavrinka, egy játékpénz. Varsza Torino, második játékpénz. Vavrinka, Gyokó, harmadik játékpénz. Rohadj el. Szép volt. Na, gyerekek, csak mondom, hogy idén nyertél. A Garroson egy meccs volt, egyetlen egy meccs volt, amit nem találtam el. Végeredmény szempontjából. Nem volt meccs, amit nem találtam el. De a többire nem fogadtál. Kivéve a Nadal Gyokó. Egyszer fogadtál, az se jött be, az összes többivel nem foglalkoztál. Te azt a millió. Ez csak játék. Nem rossz, nem rossz. Csak játék. Egyébként igaz pénzben nem fogadunk soha. És most mutasd meg az eredeti. De írjuk, és a végén összesítjük, hogy az évvégi játékpénzben Feri volt a nyertes, vagy az évvégi játékpénzben Bali volt a nyertes, de ez csak játékpénz. Ez egy kevésbé ismert valuta, gók, a gazdálkodjok. Figyelj, egyelőre jól állunk. Gyerekek már sírnak otthon, mert az összeset elhoztam. Feri, ez csak játékpénz kérdése, tehát van ott még előtted, és akkor lehet máshogyan ez a fogadás, tudod? Meg hárman várnak otthon, három helyről tudod levonni, érted? Így is van, persze. Ennyi. Jól indul a heted, Bali. Jól, jól. Tízessel vagy bejön, mert ugye két játékpénzt én nyertem, most hármat megnyertem. Értem én, hogy akarsz kozmetikázgatni. Hát egy kicsit muszáj azért, valahogy ki kell magyarázni. Jó, jól, jól. Na, majd Feri mondja egyébként hétközepén azokat a lottószámokat, amiket ne tegyetek meg. Na, ha már pénz, egy nagy csalásra derült fény, és azért érdekes a dolog, mert amikor én csekket megyek feladni a postára, mindig gondolkozom azon, vagy gondolkoztam mindez idáig, hogy hogy a fenében nem próbálja meg valaki azt a töménytelen mennyiségű készpénzt ellopni, ami átmegy a postai alkalmazottak kezén, ahogy te csekket fizetsz be, és hát egy 22 éves fiatalember egész egyszerűen megmutatta, hogy hogy lehet ezt ellopni. Na. Nem gondolkoztatok azon, amikor csekket fizettek be, hogy hogy a fenébe ülott úgy valaki, hogy nincs valami kis mókolás benne, hogy nem próbál meg legalább minden harmadik csekkből 10.000 forintot elvinni? Nem volt ilyen azért gondolatotok? Nem, azért nem, mert ugye berakja abba a rohadt gépbe, igen, ami beolvassa, és azt gondolom én amikor ezen így egy pillanatot töprengtem, azt gondoltam, hogy ugye nyilván van egy napi kimutatás, ott bemegy az összes csekknek az összege, hogy 1.500.000 forintot fizettek be ma az emberek, ha megvan, oda megy a postamester asszony, leszámolja a pénzt, a végén egyöt, akkor megvagyunk. Akkor meg tehát vagyunk. Nem tudsz lopni. Én ezért nem értem ezt az egész sztorit, hogy hogy lehetett ellopni ezt a pénzt. 22 éves volt a fiatalember, aki Magyar Postán dolgozott, és ugye a postai eljárás az arról szól, hogy ügyfélkosarat nyitsz a postai rendszerben, beütöd a sorszámot, a csekknek az összegét, majd az átvett pénzt az ellenőrző lámpa alá teszed. Ez ugye a bevett szokás. Igen. És a csekk beszkennelése után azt a nyomtatóba helyezed, és rányomja a postai számot, az ügyintéző odaadja a kódját, a dátumot, az is rámegy, és megkapja utána az emberke azt a kis maradványt, ami már rajta van, a pecsét, meg minden. Uh-huh. 22 éves emberünk egyébként a postán dolgozott, ravasz volt, mert hogy az összeget beírta a rendszerbe, de az egyéb folyamatokat nem folytatta, a csekkszelvény nem érvényesítette, a pénzt eltette, és a tőszelvényt nem tette. Nem ellenőrizte le a pénzt se, hogy legalább jót lopjon el. Az milyen, hogy lopsz, de rossz pénzt lopsz el. Nem, ezt berakom a kasszába. Nem tette be a többi közé. Uh-huh. Magát a szelvét. Azt nem tudom, hogy tudott akkor rá pecsétet nyomni. Hát sehogy. Pont ez az, hogy ő azt mondtad az előbb, hogy úgy adta vissza a tőszelvényt, hogy nem volt lepecsételve, és senkinek nem tűnt fel, hogy... Azért az fura. Igen. Nem tűnt föl senkinek. Egyébként nem tette rá a pecsétet valószínű, igen, nem tűnt föl senkinek, és... Azért csinálta ügyesen, mert elvette egy csomó pénzt a postán, egy csomó csekket, de hogy nem mindegyikkel csinálta ezt meg. Tehát lehet, hogy a tetején, amit visszaadott, azt átfuttatta a rendszerem. De Balek is volt egyben. Érted? Tehát, hogy elvett ötöt, négyet nem, az hostéket rajta volt a pecsét. Hát ennél kicsit feltűnő lett volna, hogy tudod, ott állsz, és kicsit kérdő tekintettel nézel vissza, hogy Na, egyébként egy postán mindegyiknél megnézitek a csekket, hogy kaptál erre. Látod, hogy ott mókol valami, egy veszed a pénzért, átfuttatja a kamu mozdulatok, nem nézed ha meg, valaki nem? Olyan például, mint én, hogy rögtön, ahogy kap egy csekket, megy bele a postára, az biztos, hogy kiszúrja. Mert te sátutalásról hallottál? Részben igen, részben nem mindennél lehet sajnos, de ebben nem menjünk bele. QR-kódos. Anyó, ha ez lenne a téma, beszélgethetnénk róla, de nem ez az. Na, és a lényeg, hogy amikor viszont összegyűjti valaki a csekkeket, ez időseknél nagyon gyakran előfordul, hogy ők úgy gondolkodnak, hogy összegyűjtöm az összes csekket, egyszer kell menni a postára, vagy egyszer küldöm el az unokámmal, ilyesmi. És akkor azért nyilván nem nézed meg azt, hogy nem figyeled, hogy hány megy át. Vannak ezek a mechanikusok is, meg van, most már egy ilyen nyomtatósak vannak, tehát hogy ezek egy kicsit ilyen mátrix nyomtató jellegű, ilyen dátumozók vannak, de régen csak ez a regedök.
regedek, dobtad be, regedek, és dobta ki. Ott is egyes. És akkor számolgatod, regedek egy, regedek kettő, tehát hogy... Hát nézed a kezét, nem? Mit csinálsz a postán, ha állsz az ablaknál? Hát én nem nézem folyamatosan. Én mindig nézem őket. Én az órámat nézem, hogy mikor végzünk, azt húzzunk. Hát én nézem a sorsjegyeket, közben próbálok arrébb lépni, hogy mögöttem már ne lihegjen a nyakamba, és ne álljon úgy, hogy nagyon büdös, tudod, és kicsit arrébb állok, ne lépjen rá a szandálomra, amikor sosincs rajta a papucs. De ezt a hangot adta, hogy letoljam a nadrágomat? Vagy gyorsabban végezzek? De ezt a hangot adta, hogy rágadá? Regedek. Regedek. És az új az mit? Az új az, hogy meg? Nem, nem, ott már ilyen Hát tényleg. Egyébként jól hozott. De azért volt egyébként emberünk közben Balek, mert hogy összesen 200 ezer forintot csikasztott el. Hát ha már ott ülök, és ez csak hosszú hónapok múlva derül ki, mert ugye mire ez a postai rendszeren átfutott, nem értették, hol van a hiány, de nem jöttek rá, addig vagy elviszel egy nagyobb pénzt és lelépsz, vagy nem lopsz semmit, de ha milliók mennek át a kezeden, abból napok alatt egyébként, hosszú hetek alatt 200 ezer forintot lopni összesen, vagy arra gondolt, hogy sok kicsi sokra megy, inkább keveset lopok is, meg, nem tűnik, hogy senkinek. Meg azt nagyon hamar észreveszik, ha egy nagy összeg hiányzik. Így meg azt van egy 5000-es hiány ma, na valamit talál ki, akkor elkezdesz nyomozni, mire végignézel egy egész napos befizetést, nem, jól az hiány nem volt a nap végén, hiszen ő nem is hiány, na, akkor lett volna, ha beviszi, tényleg. És elveszi a pénzt. Nem állampolgári bejelentés volt, hogy ugye nem érkezett be a szolgáltatóhoz az összeg, és akkor ő pedig ment volna, és mutatta volna ugye az igazoló szelvényt, amin nem szerepelt a keletbélyegző. De az az érdekes, hogy őt már egyébként előtte is elítélték, 2013-ban, 2014-ben közérdekű munkát végzett, mit tudom én, nem tudom, 6 hónapra felfüggesztett fogházbüntetés, kisebb kárt okozó csalás, tehát utána meg odaadta Marika néni a csekket neki, ő pedig szépen beült egy postára, és azért ezeket is le szépen lenyúlta. Nem tudom, hogy jöttek rá. Valószínűleg ez, amit a Jani mond, te föladtad a telefonos csekkedet. És hónapok múlva jött a bünti, igen. És igen, és szóltak egyszer csak nyilván szolgáltató rád telefonál, hogy elnézést, én is befizetem. Nem, a következő csekkhez, ugye, vagy kaptál egy olyan csekket, ami egy hátralékos csekk volt, vagy pedig már eleve hozzá volt csapva az előzőhöz. És akkor ugye az a szerepel, hogy melyik az az összeg, ami nem érkezett be a szolgáltatóhoz. És akkor nyilván mit szoktam mondani, hogy anyád, érted? Hülye szolgáltató. Érted? És aztán belővetted szépen a szelvét, és láttad, hogy basszus, azon nincsen semmi. Egyszerűen csak le lett tépve. A postának ez a QR kódos, leolvasós, telefonos applikáció sztori, ez működik? Ezt használta már valaki? Működik. Valaki egy applikáción keresztül fizeted már a csekkeket? Ez megy? Nem, nem valami ilyet akarsz? Működik, de működik, van. Működik. Van, van az ilyen. Is van, meg ugye neten is tudsz utalni, tehát abban elektronikus. Én nem állok, én múltkor valamiért bementem postára, talán nem tudom, panaszkodtam egy éve, egy két éve, még valahogy nem érkeznek meg a leveleim. Az egész posta az olyan, mint egy időutazás, tehát az itt maradt a múltból nekünk, maga a posta intézményrendszer. Bemész, ezek az ablakok, az üdvözlőkártyák, a néni az ablak mögött, a külön csomag átvétel, külön jegy, csekkbefizetés, az egész egy ilyen logisztikailag mondjuk helyes. Tehát, hogy én azt úgy érzem, hogy maga a posta, nem így bemész, és azt gondolod, hogy te most részese vagy időutazásnak, nem? Ja, mióta ezt a sorszámozást bevezették, azóta szerintem sokkal gördülékenyebb az egész. Régen volt ez. Jaj, hova menjek? Jaj, ott kicsit kevesebben vannak. Jaj, ott van nála 30 darab ajánlott. Tehát, hogy régebben ez tényleg ilyen körülményes volt, de most már szerintem azért elég pörgős. Igen, pörgős. 30 ajánlottat feladni, az most is időbe telik azért. Igen. Pörgősnek pörgős, de mégis valahogy ilyen nem tudom. Töltse ki a szelvényt, ha föl akarja adni, ha izit ajánlottam. Beírod, tehát ezeknél már jobb lenne, ha valami újat. Inkább az furcsa, hogy mindent árulnak már. Tehát sorsjegyet esetleg, mert ez a gyereknek, virágfölde. Banánt a hűtőszekrényből, igen. Igen, hát ez egy érdekes kérdés. Te figyeled az étteremben, hogy próbálnak csalni? Vagy nálatok is az, hogy egy kasszás van, és csak ott lehet fizetni? Tehát egy kasszás van külön. Hát az étterem, erről már sokat beszéltünk, hogy ott sok lenyúlós lehetőség van, tehát ott azért nagyon kell figyelni. Van erre egy ember, akit üzletvezetőnek hívnak, ha ő bizalmi embered, akkor körülbelül megvagy. De nyilván ott is van, meg ha bízol az embereidben, de ott is van lehetőség, ahol ezt meg lehet csinálni. Ott szerintem a borra valóval lehet. Vagy fölüt 3 kávét, és csak egyet viszki? Az mondjuk hát jó módszer? 3 kávét kér, és viszkit kap, az nem jó. Tehát az semmiképpen nem jó, hogy fölüt 3 jó, kávét, és egy viszkit. Tehát az nem. Tehát ha ilyen az étterem, hogy 3 kávé, és egyet viszki. Egy viszki? Miért akkor 3 kávé járából egy jó viszkit megízol? Ez egyébként a hülyének is megér. Kérek 3 kávét, és kapok egy viszkit. Ez jó, nem? Igen. Egész jó az a hely. Attól függ, mit fizetted ki vele? A QR-kódos csekkbefizetés orgazmus, írja Rita. Hó, igen. Ennyi elég, Rita? Na, nézzük meg akkor, hogy ki hogy lop. Vagy lopna. Na,
Tessék! Zsül! Jó. És nem arra gondolok, hogy mi hogy lopunk, de nem erre gondolok, hanem akinek pénz megy át a kezén, írja meg nekünk, hogy mikor mennyivel károsítja meg picit a főnökét, jó? Ha valaki egy pultban dolgozik, és a standolásnál egy presszóban, ha valaki zöldségesként, alkalmazottként, és egy picit levesz a hétvégi bérből, ha egy picit napvégén a kasszazárásnál elvesz egy picit, nem kell nevet írni. De egy apró picikről van szó, tehát nem arról, hogy a visszatérő, mint ami például a postára, hogy önlefújás. Érted, kimész nyugdíjazáskor. Nem. Aztán eltűnik a táskát. Ilyenkor csak arra kell vigyázni, hogy ez már pénzfelvétel után történjen. Mert ha még előtte mész le ugye a főpénztárba a lóvéért, érted, és azelőtt fújod le magad a folyosón, az nem annyira célra vezető. Az nem tudja, igen. Nem, most arra gondolok, hogy milyen hasonló módszerek vannak, amit a főnököd nem vesz észre, mint a postai alkalmazott, aki elvitte. Mennyi az összeg, mi volt a legnagyobb, ki hogy csinálja. Nyilván mélységesen elítéljük a dolgot, de hát gyerekek, ha beállsz standolni valahova, ha te hétvégi munkát végzel, ha te pincér vagy, ha pénz megy át a kezeden, legyél bármilyen foglalkozás űzője. A kisördög megkísérti az ember, meg. És hát sokan próbálnak azért egy pici fizetés kiegészítésképpen azért ott nyúlni. Figyeljetek. Nem mondjuk ezt lopásnak, csurrancseppen. Inkább így legyen. Ugye? Ez jó. Csak milyen szívesebben vallod be. Mennyi csurrancseppen? Honnan és milyen formában csurrancseppen? Mennyire vagytok ügyesek? Jó, itt most nem tényleg milliós összegekről van szó. Apró pici kis... Apró pici fizetés csúnya kiegészítés. Dolgokra, amiket ti magatok is megbántatok már azóta. Mozipénzpárban dolgoztok, kasszások vagytok, strandon lángost árultok, és a főnökötöké a kürtös karácsos pult, és hétvégén kettőt adtok el, egyet vallotok be, elteztek 400 forintot. Szóval ki hogy próbál egy kicsit fizetést kiegészíteni? Nézzük meg, de legyetek őszinték velünk, jó? Én annak idején ismertem egy srácot, nem volt magasabb, de több volt a haja és a szaga, és talán egy kicsit jobb volt, és ő például azt csinálta, amikor teremfelügyelő volt a könyvraktárban, illetve a könyvtárban, hogy néha nem adott számlát a fénymásolásról, amikor ezt nem igényelték. De hát ők nem kértek. Na, hát erre gondolok, jó? Na. Ki mennyit lop? Óvatosan, politikusok, kivéljenek. 7:30 múlt pontosan, 2 perccel. Jövünk Ákos. Majd az üvegzseprogramban. Jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgettünk, hogy tudott csalni a postán egy 22 éves fiatalember, akit érdekes módon úgy vettek föl, hogy már előtte 2013-ban, 14-ben, 15-ben már közérdekű munkára ítélték. 10 hónap, 2 év, 6 hónap, 10 hónappal ezelőtt 2 év, 6 hónapra felfüggesztett fogházbüntetést kapott, kisebb kárt okozott, csalásokat is okozott, de mégis fölvették postára dolgozni, és hát... Sok ügyfelet károsított meg. Apránként csinálta, nem volt neki még egy esély. Tudod. Igen, elég nagy pénz ment át a kezén, ahhoz képest nem vitte el túl sokat, 200 000 forintot próbált ő lopni. Nagyon ügyesen csinálta, hosszú hónapokig egyébként senki rá nem jött, hogy ott van egy kicsi lék ugye a postai rendszeren, és nem vitte be a postai rendszerbe a befizetett összegeket, egyszerűen zsebre tette a pénzt. És nem volt nagyon éhes. Nem volt éhes, ügyes volt, apránként csinálta, igen. És arról beszéltünk, hogy nyilván nagyon sok ember van, akinek pénz folyik át valamilyen úton, módon a kezén, munka közben, munkavégzés közben. Arra kértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, hogy ki hogyan próbált egy kicsit nyúlni, lopni, még ha azért ez nyilván elítélendő is, ugyanakkor sokan írják, hogy hát ezt mondhatjuk egyfajta nyugdíj előtakarékosságnak is. Mondhatnánk, ha humorizálunk, de hát azért így nem akarjuk az egészet legalizálni. Minden esetre, vagy jelentsen ez a szó tényleg bármit is, hogy milyen idegen szót kell itt használni. Minden esetre gyerekek, sokan rövidítenek meg bennünket. De ezek csak ilyen kis összegű lopások. Amiket gyakorlatilag mindenki megbánt. Kivétel nélkül. Látom az SMS-ekén, igen, nagyon megbánt. Mindenki biztos, hogy elmorzsoltak jó párszor egy-egy rózsafűzért, érted. Ebből sok miatyánk meg sok üdvözli illetén, úgy gondolom. Igen. Na nézzük, hogy lehet mostanában egy kicsi fizetés kiegészítéshez jutni. Azt mondja, hogy én régebben McDönciben dolgoztam. Az egész kasszasor versenyzett, hogy kinek a kasszájához álljanak be a sietős törzsvendégek, akik úgy se kérnek számlát. Mi beütöttünk egy ketchupöt, kinyílt a kassa, majd elvettük a pénzt és kiadtuk, amit kért. Volt, hogy napi 15-20 ezer is összejött. Rendesen 65 ezeret kaptunk volna, így kompenzáltuk. Sajnos. Na ez hogy van? Tehát jött a törzsvendég. Törzsvendégnek nem kell nyilván odaadni. A számlát elmondja. Beüt egy ketchupöt, kinyílik a számla. Igen, vagy a kassa. De közben ugye a törzsvendég nem egy ketchupöt kért, hanem kért egy dupla sajtburgert, egy nagy krumplit, meg egy nagy kólát. Azt ő kifizeti neked, tehát tudod fejbe, hogy mennyibe kerül, és az a pénz a tiéd, nem teszed be a kasszába, oda a ketchup árát teszed be.
Hiszen ő csak egy ketchupöt kért. Hát, ugye? Igen, igen. Ő csak egy ketchupöt kért. Én itt arra lenni kíváncsi, hogy a jól megérdemelt profit hozza, hogy, hogy tudsz hozzájutni, ott nincs ez bekamerázva az a rész? Hát, a kasszát. Ezek szerint ügyesen okosan. Valószínűleg ügyesen teszed el a pénzt, igen, igen. Lehet, hogy van mindig egy takaró ember. Tudod. Ketten csináltok a te meg a krumplisütő? Igen, könnyen lehet. Hát jön a krumplisütő a forró krumplival. Jaj, vigyázz, nagyon forró, eltakar, és abban a pillanatban te elteszed? Szerintem igen. Tehát a krumplisütő benne van. Tudod, hogy milyen irányból vesz a kamera, és akkor nyilván megkéred a kollégádat. Szerinted kiraknál a profitot, és kitakarnál ki a kamerát? Szerintem én lennék a takaró ember. Pedig majd, 25 éve vagyok a cégnél, 20 éve egyedül én maradtam a főnökkel, mikor szarban volt. Azóta én vagyok a szeme fénye, és van kulcsom mindez. Persze a raktárban nincs kamera, 4 év alatt felhúztam egy házat, van 2 kocsim, és nincs hitelem. Oh. Hát... Ja, amúgy ez csak az egyik ismerősöm. Hát aha. Tényleg. Tehát nem én vagyok az egyetlen ember, akiben megbízik a főnök. Hosszú-hosszú évek után. De neki se nem kellene. Szegény főnök, erre csak azt tudom mondani, igen. Moziban dolgoztam, a használt popcornos dobozokat összegyűjtöttük a teremben film végén, és eladtuk újra. Természetesen kizárólag a környezetvédelem jegyében. Peti. Ugye, mert ott a dobozok alap pián számolják az eladott mennyiséget valószínű, és... De azt te azon te nem keresed. Hát ha összegyűjtöd a dobozt, akkor adnak 600 forintot, nem fogy a dobozból, és azt az összeget te zsebre teszed. Gyerekek, van mi hárman jó, amit én nem értek, azt megcsinálnád. Te, amit nem értesz, én hoznám a popcorn. Hát mit, ez nekem nagyon tetszik. Hát, környezettudatos lopás. Környezettudatos egyben. Nekem... Nincs jobb, mint a moziba használt popcornos bödömbe zabálni, úgyhogy még keresnek is rajta. Csodálatos. Ez számomra az egy-egy, a döntetlen. Ez ér. Figyelj, ez rossz. Egyik oldalról persze lopás, de másik oldalról környezettudatosság. És a kettő szerintem kiegyenlíti egymást. Igen, tetszik, hogy megértettem. Semmi. Kiderülne, hogy használt popcorn, Józsi után ette egy használt popcornos, nem örülné neki. Nem? De ugye, mert ott valószínűleg tényleg ugyanúgy, mint a tölcsérnél, mikor a tölcsért, nem tudom, mit számolnak, itt a popcornos dobozokat számolják. Tölcsér, de jó ötlet, csomag, csak kinyalják belőle a fagyit. Szedjük össze. 13 évig dolgoztam felszolgálóként, régen francia blokkos rendszerben csináltuk azt, amikor még dübörgött a felszolgálás, kimentünk az asztalhoz, illedelmesen megkérdeztük a vendéget, hogy hozhatok-e valamit, vagy már nem kér semmit. Erre vendég mondta, hogy semmit, én meg felkarcoltam még egy serit. 10-ből 9-szer bejött. És még mesélhet. Semmit, serit. Semmit. Rendben, egy serit. Jézus Isten, ott hogy jön be a pénz? Ezt nem értem. Mert azt ki kell vigyed akkor. Felkarcolsz egy serit, és akkor mi van? Hogy van ez? Hülye vagyok ez. Tehát felkarcolsz egy serit, visszamész, van egy plusz serit? Amit én nem azt viszel mondom, semmit nem. De akkor minek se beleérek egy serit? Mondom semmit. Milyen serit? Mondom semmit. Na, ezt nem értem. Egy ismert vállalkozó ügyintézőjeként 10 millió kenőpénzt kellett átadnom a kerületi rendőrkapitánynak, de csak 5-öt adtam oda, a másik felét megtartottam. Ezután a kaszinó igazgatójáért 1 millióért vettem igazolást, hogy 4 milliót szerencsejátékon nyertem. Így már az éves SZIA bevallásomba is beleírhattam. A főnökön közben 10 évvel bevonult, így happy end lett. Ez zombi. Nagyon kemény. De nagyon becsületes próbál lenni, hogy jóvá írja az ellenyúlt 5 milliót, 1 milliót elköltött, nyert szelvényre. És akkor a 4 millió az legális. Idézőjelesen. Mélységesen elítéljük. Pár éve nyáron strandon napozó ágy bérbeadás. 500 forint darab, és persze néhányszor elfelejtesz blokkot adni. Összejött napi 15-30 ezer forint. 16-17 évesen úgy éltem, mint a kis királyok, írja Jancsi. 500 forintos napágy bérlésből 30 ezeret le tudsz nyúlni egy 15-30 ezer naponta. Hát gondold el. Igen. 90-es évek végén egy kávézóban dolgoztam felszolgálóként. Volt úgy, hogy nap végén több volt a zsebünkben, mint a kasszában. Ilyenkor plusz tételeket ütöttünk be, hogy ne legyen feltűnő. Minden blokk nélkül ment ki. Amúgy vendéglátósuliba is elmentünk. Hotelben recepciós voltam, 1-2 órás titkos légyótra kiadott szobákból sosem kértek számlát. Azt elosztottuk a szobalányokkal, és eltüntettük a nyomokat. Üdv Timi. Szerintem Feri a vendéglátós telefonszámokat, mentsd el, hogy nehogy rájuk fussál valamikor. Hogy hívjam vissza, és kérdezzem meg, hogy kell csinálni. Azt egyébként szállodákban tényleg csinálják, hogy ha te rendelsz magadnak valakit, akkor az a recepciósnak adsz egy nagyobb készpénzösszeget. Na most nyilván azért azt ő nem írja be, hogy kapott 20 000 forintot, igen. Én postán dolgoztam, az érkezett nagyobb méretű levelekről leszettem a bélyeget, és mikor a levelet adták fel, újra felhasználtam. Napi 2-3 ezer forint is megvolt. Ez hogy? Tök jó. Hogy vagy? Leszett a bélyegeket? Persze, hát nem volt ugye rajta még a kelet bélyegző, és akkor egy évek a borítékot leáztatom, hogy valahogy leszett, és aztán újra. Na de hát akkor az a levél nem ment el. Nem ment el a levél?
amin nincs. Tehát te leszedem, megtartom a béget, újra eladom, és a levél nem ment el? Hát, aha. Hát. Bocs. Nem jó. Igen, nem szép dolog ez se egyébként. De most már egyébként úgy van, hogy nem feltétlenül raknak rá bélyeget. Hanem, van, amin már rajta van, hogy a boríték árában benne van a viteldíj. De nem rossz. Na gyerekek, azért sokan dolgoznak nyugdíj előtakarékosságon. Bizony. Igen. Van egy olyan, amit nem tudok beolvasni. De van olyan, amit igen. Dánula? Urdul. 8 éve Szombathelyen kamionosként heti 200 liter gázolajat csurrantottam 2 év után. 35 000 forintos levonást kaptam túlfogyasztás miatt. Tomi írta nekünk, hogy szerinte ez megérte. Pékségben dolgozom, napközben 2000 a zsebek kasszából. Fú, gyerekek, azért ezeket nem jó olvasni. Este 10 péksütivel többet számolok, mint maradék, meg is vagyok. Egyúttal gyónni szeretnék. Szánom-bánom bűneimet, írja egy hallgató. Nálunk van olyan srác, aki hazavisz csavarokat, dűbeleket, aztán meg szól, hogy tud olcsón szerezni. Én megveszem tőle, ha törüljek. Miért nem szólsz, hogy innen loptad, ember? Innen loptad. Jani süteményéről mindig leszem a marcipán. Szereteket. Jó, na egy pillanatra komolyra fordítva, nyilván a postás fiúból indultunk ki, aki ugye 22 évesen sok 100 000 forintot lopott egy gyanútlanoktól, és ezzel foglalkoztunk mi is, de ez egyáltalán nem követendő példa, nem. Ezt a dolgot mi elítéljük, nem értünk ezzel egyet, senki ne lopjon. Amellett nem tudunk elmenni, hogy ahol pénz megy, ott az ember előbb-utóbb gyarlóvá válik, tisztelet a kivételnek, vagy akinek pénz megy át a kezén, mindenkit megkísért, ugye az ördög, aztán van, aki nem sok sikerrel, de a dolgot elítéljük, egyet nem értünk vele, és lehetőleg ne csináljatok. Jó, 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 hát jó, nyilván jöttek a csíntevése kategóriából is, megjött néhány más is, hát van, akik tisztított tűzre kerülnek, van, akik pedig már el is kárhoztak, így az SMS-ek alatt. Van, aki majd a pokolban csak 100 évre ítélnek, az SMS-ek alapján van, aki 4000 évig fog a főnökével együtt dolgozni a pokolban. Játszunk Óven bácsival és Berunével már is, már itt is van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni a párafarm csalogányai. Az a jó egyébként, amikor az alkalmazott meg a főnök együtt találkoznak lent a tisztító tűzben, és akkor hát te itt, igen, miért? Hát éveken keresztül megloptalak, és te nem fizettem utána a tévét. Hát jól megbeszélik. Az érkezett levélről van egyébként, szóval az érkezett. Már megérkezett a levél. Uh-huh. Hát ez meg. Igen. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello! Jaj, sziasztok! Asu úr vagyok, ez egy férfi név, itt a Annával már beszéltem, mert kérdezgetett a ritka név. Asu úr. Én ismerem a Spartacusból. Asu úr? A Spartacus sorozatban. De ez a neved, vagy ez egy felvett név, vagy... Nevet változtattam, és emiatt. Nagyobb készpénzösszeggel tartoztál te is valakinek, vagy miért kellett nevet változtatni? Lakcímet, nevet és személyazonosságot. Nem. Hát ez magánjellegű ok, úgyhogy erre nem térnék ki, de lényegében ennyi. Igazából csak ezt a nevet vettem fel. Korábbi nevek azok megmaradtak. Aha. Tehát egy pluszba még rádobtál egyet. Igen. Kovács István Asúr. Asúr. Mondjuk pont nehéz ezzel rejtőzködni, azért a Blahán után ott kiabálnak, hogy Asúr, azért ha egy ember fordul csak meg, tehát azért 8-an nem fordulnak meg, nem? Így azért hamar kiszúrnak a tömegben, ha valaki elkezdje neveled kiabálni, és te elkezdesz forgulódni. Mivel foglalkozol? Én egy cukrász vagyok. Asúr a cukrász. Asúr a cukrász. Ez jó. Ez jó, Asura, mint egy mese. Ez mint egy mese. Én Bárka akartam sokáig lenni, csak aztán mondták, hogy ez egy meleg karakter. Asúr. A Spartacusból. És jó cukrász vagy? Hát, ezt nem nekem kell eldönteni a vásárlóknak, de még eddig panasz nem volt a munkámra. Jogos. Na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berulni, figyelj. Jó. Ójjaj. Nem jó hang. Beru néni elment fogorvoshoz. Üldözik a fognyűvő manó. Mutatjuk, mit énekelnek, mondom neked, hogy mi lesz. Ez egy sorozat. Sorozatnak a főcímdalát mutatjuk. Figyelj! Jó. Hú, ezt lehetne még ezt hogy elég mutatjuk, ilyen. Figyelj! Hű. Jön még egyszer, figyelj! Jó. Nem könnyű. Mutassunk hosszabb részletet? Igen, légy szíves. Asúr, figyelj, jön egy hosszabb részlet. Jó, kivettük a bögrét.
Az Súr, ott van, most van, és gyere, Súr, gyere! Az a 90-es években lehetett, Magyarországon játszhatták, gondolom, hát ez talán a Klinikák. Szerintem azt mondta a tenkes kapitány. Nem. Nem, ez nem, ez megmutatjuk, hogy mi lett volna. Ez a Charlie angyalai. Charlie angyalai. Én imádtam. Igen. Három bomba nő. És egy titokzatos férfi. Mindig is gyűlöltem. Egyrészt nem láttam soha, és az összeset, a mozi változatát is, a sorozatbeli mindegyiket utáltam. Mindegyiket utáltam. Na, Súr, nincs ajándékcsomag. Nem baj, köszönöm szépen azért, hogy veletek játszhattam és beszélhettem. Szuperek vagytok, mindig titeket hallgatlak. Köszönjük szépen. Köszi. Szép napot kívánok nektek. Hello, Súr. Hello. Köszönöm, hallóztok, sziasztok. Üdvözöljük Batiátuszt. Ja. Külön hát nyelv, amit ti beszéltek a Súrral egyébként, igen. Na jól van, 7 óra múlt 55 perccel, 8 óra lesz 5 perc múlva, 9 óra pedig 1 óra 5 perc múlva. Jó? Úgyhogy adjátok össze, szorozzátok meg, és vonjátok ki. Ennyi az idő, jövünk Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, 11 perccel, szép reggelt kívánunk. Minden Morning Show hallgatónak itt vagyunk a Klasszon. Marad a jó idő, és egész héten jó időnk lesz. Ha, egész héten jó időnk lesz, nem sokára pedig rajzanak a Szent János Bokra. Őrület, és megint mentek természetkárosítani? Persze, megyünk Szent János Bogarat nézni, az nálunk családi rendezvény. Nem volt elég tavaly. Nem tiltottak ki örökre. Reszkesetek ki Szent János Bogarak, van egy arborétum, és ott lehet menni nézni, hogy ezek a kis ártatlan világító bogarak mind pedig kezében latolnak. Szülők, gyerekek egyszerre birkóznak a fák alatt, mennek éjszaka letérve az arborétum. Bocs, de az előbb mondták, hogy nem érhet hozzájuk. Na hát, ez pont, ezt meséltem, hogy ez na, tavaly persze, megtörtént, így van. Van egy arborétum, és lehet menni Szent János Bogarat nézni rajzát. Tavaly is szóltunk! Hát, megint ti vagytok azok. És ez nálunk nagy esemény, vonul a család, mennek a gyerekek, barátok nézik a röpülő kis Szent János Bogarakat. Nagyon de okosak ezek a kis Szent János Bogarak. Nagyon okosak. De gyertyával mentek, mert a fényre odajön, és az meg pörköl, ugye? Így van, és nézzük, hogy az apró kis testük kamikáze módon, mint a japánok Pearl Harbornál berepülnek a gyertyába. De jó. És ezeket a hangokat halljuk. Mi a Tiszára akarunk menni kérészt nézni, vagy pedig a Rónába Kárászt? Hát nézd, ha jól akarjátok magatokat érezni, akkor a Tiszára menjetek kérészt nézni, ha az élettől is el akar menni a kedvetek, akkor menjetek a Rónába kárászt nézni. Egyébként a kárászok hosszabb életűek, mint a kérészek. De nem, tényleg jó, amikor az ember így visszatalál a természetbe, vissza a természethez, ez már Rousseau is ugye megmondta. Jó, de te terepjáróval ez az arborétumban, mit találsz te vissza? És vonul 80-100 ember, elől az eminensek, hátul a renitensek, elől mennek a stréberek, a túravezetőtől a kérdezők, a mit kell még tudni az arborétumról, kit érdekel, hátul pedig a pukkannak a boros poharak, a boros üvegek, megint kinyílt egy rozé, vonulnak a családfők, a gyerekek közben rohangálnak, és nézik a kis világító, apró kis ártatlan bogarakat. Egyébként jó, tényleg menjetek el, jó mulatság. Nem is tudtam, hogy olvasol René Rousseau-t. Szeretem, mint színésznő, és egyébként olvasom Rousseau munkásságát. Tehát, hogy egyszerre jó költő volt, és egyszerre kiváló. Színésznő is volt, igen. Nem voltatok még ilyen Szent János bogárrajzáson? Hát nem. Ilyen vezetett túrán még nem. Nem, máshol már nem nagyon él meg. Tehát egy-két arborétumban van még, de nem nagyon tudod, hogy egyébként bárcsak úgy nekiindulsz botorkálni az erdőben, akkor nem találsz nem lesz Szent János meg, bogarat egyébként. Igen. Nagyon intelligens bogarak ők. Na, igen. De figyelj, majd mondjad, hogy mikor mentek, mert mi máskor megyünk, mert hogy én koncentrálni szeretnék tényleg az élményre, nem pedig ott a kakaskodásra megint. Ő lesz az eminens, lát, az ő megy elő. Milyen élményre? Mi? Hát mész, azt nézed. De ott nem tartanak kis előadást nagyon. Illetve van egy túra... Mondták, hogy ne térjél a ösvégről már! Ne piszkáld már! Ne fogd, tost már! Ne nyújj hozzá! Kis talkabra lehet-e?
És meddig működik egy centenáris bogár? Tehát érdemes hazavinni világítást? Tehát arra gondolsz, hogy spórolhatsz-e azzal egyébként, hogy begyűjtesz 1000 darab Szent János bogarat, világosabb lesz-e? Hát nem sok. Partifákják helyett? Egy lux nem sok, annyi nem jön ki belőlük egyébként, tehát ahogy szokták volt mondani, nem sok fény jön ki belőlük, de nagyon okosak ezek, mert különböző módon világítanak, különbözőképpen villatják föl a kis lámpácskáikat, minden villanás más jelent, fényjelekkel kommunikálnak, mint egy jó, nem tudom, fénysorompó, okos kis állatkák ezek. Ha rázod, megrázod, akkor jobban világít? Nem, akkor elpusztul. Akkor is, jó szegény. Akkor elpusztul. Nem megyünk el együtt? De. Nem. Gyertek el. Szóval nekem most felkeltett az érdeklődésem. Hát most mondtad, hogy nem akarsz úgy menni, hogy ő ott van. Aha. De hát, hogy valahogy tényleg össze lehet belőle hozni néhány luxot, vagy kandellát. Besírsz, olyan jó egyébként. Fogtál már Szent János bogarat? Nem, mert nem mertem hozzá nyúlni. Mitől félsz? Hát, ha megrázza az áram. Megvág az ipari áram. Csak gumicsizbába. De mire felrátottam, mindig elszáll. Tényleg jó. De nem bántjuk őket, elengedjük. Egy ilyen nagy közös Szent János bogár nézéssel. A bort viszek, mehetünk. Szólok, hogy mikor megyünk. Ha van kedvetek, gyertek el. Mi egy nagyobb társasággal megyünk, de nyugodtan. Ha van kedvetek. Jó. Nekem tetszik. Ez megint egy olyan terv, amit sose fogunk megvalósítani. Nem, erre én tényleg elmegyek. Ha jöttök, én szólok, hogy mikor megyünk, aztán van kerületek, eljöttök. Mit mondtál, nagyobb társaság? A nagyobb társaság az azt, hogy ott találkoztok több emberrel, akik szintén mennek, vagy pedig szervezett formában baráti társaság. Hát nem, a nagyobb társaság az, hogy kb. 100 ember mehet be az arborétumba, ebből mondjuk, mint tudom, 10-et ismerek, és a másik 90 az ott vegyül. De nem barátkozunk velük, meg nincs kényszeredett beszélgetés. Kicsit le is maradunk, ők mennek, mi pedig mi zárjuk a sort. Vigyázunk az eltűnő gyerekekre, összeszedjük a szemetet, és őrizzük az arborétumban a békességet. Bemondanátok, hogy melyik arborétum? Biztos, hogy nem, hogy ne legyenek sokan. Egyben. Ez nagyon jó ötlet egyébként. Biztos, hogy nem, mondjuk. Nagyon sok arborétum van Veszprém mellett. Mi oda megyünk. Nyilván. Mondjatok meg, a arborétumot hol van. De most komolyan? Szarvas. Hogy... Na, a szarvasi arborétum ott van. Ez ott van. Ott van egyébként? Ott. Persze. Ott van. Gyönyörű hely egyébként. Miért jó ötlet? Hogy tényleg, hogy nem mondjuk be. Tehát, hogy ne ajánljunk jó helyeket. Csak mert, rosszakat. Igen, mert meg ilyen kellemes élményeket, meg ilyen bensőségeseket, mert hogyha nagyon sokat beszélünk ezekről, akkor egy csomóan lesznek ott. És már nem lesz annyira bensőséges. Hát ezért. Gyakorlatilag a hely elveszíti a varázsát. Ezért terelek én is. Nem Szent János bogarakat nézünk, és nem arborétumban. Nem. Micsoda, és nem éjszakkal, és nem barátokkal megyünk. Fejtsd meg, hol vagyok? Vajon hol lehettek? Tényleg, amikor megnyomod, selfit nem tudsz csinálni, mert bármerre fordulsz, mindenhol emberek vannak mögötted. Tudod? És ott ültünk fönt a hegy csúcsán, és a nap lementeinek a tüzébe. És akkor ott vannak 30-a rajtad kívül. Hát azért ez nem olyan. Hát nem. Ugye, hogy nem olyan? Azért mondom. Az én programom egy átszázott program. Nem sötétben van, nem társasággal, nem szánt. De a maradék 90 ember honnan tud róla? Milyen maradék 90 ember? Hát ha ti vagytok 10-en, és azt mondtad, hogy 100 embert engedett. Ez mind a terelés. Egyáltalán nem még Szent János bogarat nézni. 10-es út, bevásárló központtól áll, Hajni, köszi, hogy elküldted. Baleset Debrecenben a Józsánál, egyik sáv lezárva, ezt Ákos küldte. Elpusztult traktor miatt hatalmas dugó a törökbánéti depó környékén, mindenki vigyázzon, üzente Ede. 6-os fiú durva baleset az Ercs Százhalombatta közötti részen, teljes útzár van, kerüljetek. Zsolti küldte nekünk. 10-es út, 6:30-kor indultam Pilisvörösvárról, még mindig a buszon. Éveket veszel az életünkből ez a szakasz. Most már nem sokára átadják, tényleg tartsatok ki. Gyorsforgalmi már Vecséstől áll, Márkusz küldte nekünk, a 85-ös főúton Farádon van egy trafi, ez pedig Zotya üzente, és Csornán szokásos módon Fehér Szeátból mérik a Győr felé haladókat, a Sorompónál Endre a pénzszállító. Megtaláltam. Köszönjük szépen. Szent János Bogár tánc a... Csönd! Jászárok szállási arborétumban. Ott leszünk mi is, oda menjetek, ott leszünk. Azt tudtad, hogy a 2015-ös év rovara a Nagy Szent János Bogár? Az év rovara. Na? Az év rovara lett. Nem beszélek erről többet. Program irigy vagyok, és arborétum irigy vagyok. Nem beszélhetek erről többet. Aha. És azt tudtad, hogy egy Skarabeusz bogár tavaly hozta össze az év kuláját? A 2014-es év kulája. Igen, hatalmasan gurított. És tudtad, hogy a kutyák és a méhek megérzik a félelmet? Na jó, gyerekek. Tudtad, hogy egy honvédségi hálóban, ha 20-an vannak bent, ott mindig valami kopik. Na nézzük, na, hogy elkészült állítólag a nyár új slágere. Minek? Jaj, te hülye még, végig sem. Ja, mondjuk ez is igaz. Elkészült a nyár új slágere, Kisgrófóéktól. Hát gyerekek, nem hallgat, nem tehetjük meg, hogy nem hallgatunk bele egy kicsit. Kisgrófó összeállt Pixával.
Kivel? Pixával. De kis grofó mindig összeáll valakivel. Kisgorfó mindig összeáll, most Pixával állt össze. Pixa jegyzi a Mizut állítólag, hogy az ő szerezte. Most a szövegét írta, vagy a dalt, vagy mindkettőt, nem tudom. De Pixa featuring Kisgrofó új dal van, és állítólag már most mindenki megelőlegezte nekik, hogy ez a nyár slágere lesz. De várj, akkor Jolival összeveszett a Kisgrofó? Azt nem, az első nagy slágert azt vele csinálta. Most új vizekre vezet. Hát Pixa mondjuk elég komoly zenész, tehát hogy ő azért hát jó dolgokat csinál egyébként. Ezt aztán azt, igen. És nem csak Magyarországra, hanem gyakorlatilag világsztároknak, a Snoop Dogg-gal is dolgozott együtt, tehát hogy ez elég komoly arcról van szó. Igen. Úgyhogy Kisgófó. Na jó, mindegy. Kicsit ilyen tedisennyomó. Kisgófó. Mondd azt, hogy kisnemes. Nem jobb egy. Kisgrófó, így van. Pixa. Bulibáró. Már a dala. Már a címét is szeretem. Bulibáró. Én vagyok a Bulibáró. Mondjuk a grófhoz képest a báró az visszalépés. Egyébként igen. Belehallgatunk picit, hogy persze, Bulibáró. Mert nagyon sok internetes portál már megadta nekik a nyár slágere titulust, és hogy állítólag ez ütni fog, gyerekek. Na, meghallgatjuk, figyeljetek. Újra felöltöztem rajosan, rajosan. De jó, rajosan. Felöltöztem rajosan. Ez jó rész, jó, hogy megtoltad. Hát gyerekek, belehallgattunk ezzel. Én ezt nem annyi, ennél van jobb daluk szerintem. A klip az tanulságos. Igen? Nem erős. Az ösztönösség nem valahogy erős. Ebből hiányzik. Szerintem nagyon megcsinált, nem? Azt nem tudom. Hát mindjárt. Lehet, hogy jobb lenne, hogyha megint Jolival állna össze, nem? Igen. Nem mindegy, ez van. Nem, ezt most annyira nem. Ezt most azt hittem, hogy jobb lesz. Nem hallgattam bele. Ezt nem tudom. Nem tudom annyira adni. Na, 9 óra után vendégünk lesz. Hurrá! Engem mindig lecseszel, ha kiabálok. Te most végig ezt fogod nyomni, tényleg? Hát végig kiabálni fogsz? A jövő héten egy percet nem fogok körülni, miután szétfaragták az orromat. Ja, értem. Most kiörülöm magam ezen a héten. Te most előre örülsz. Előre örülök. Tehát most benned ugye a jövő héten orsövény, orpolip, orsövény és minden, de most te előre kiörülöd magad. Orsövényvágásom lesz. Jönnek a kertészek, írtják az orsövényt az orrodban. Orpolip, orsövény. Én a jövő héten hétfőn 13 órától már nem fogok mosolyogni. Eleve mondjuk 13 órakor már egy cső fog kilógni a számból. Miért? Hát mert altatják. Ja, hogy ez ilyen komoly műtét, hogy altatásban zajlik. Nem kábeldarabbal, ez egy... Tényleg altatnak? Akkor értem már, hogy miért vagy ennyire feldobva. Tehát most ezen a héten mindenek előre örülsz? Jó, legyen egy ilyen, örült ki magad egy hétre előre. Jó? Jó! Szóval azt kezdtem elmondani, hogy 9 óra után vendégünk lesz. Barbecue világbajnokságra megy Kovács Lázár, és meghívtuk, hogy kicsit meséljen nekünk erről, közben főzzön is egy kicsit. Mi van? Imádom az ilyen full átlátszó témákat. Hogy? Meghívtuk egy kicsit a barbecue világbajnokság készült. Rohadtul nem érdekel a barbecue, ezt zabálni akarunk. Na, legyünk őszinték, hogy te mit eszel, nem tudom, mi Ferivel 9 után akarunk egy kicsit tenni. És érkezik majd Kovács Lázár, hogy egyrészt leteszteljük, hogy érette már ő a barbecue világbajnokságra, kettő kicsit megmutassa nekünk, hogy milyen menüsorral készül majd erre a világbajnokság. Nem Éva. Tudtam, hogy ebből rendeznek. És itt lesz a híres Pék is Kovász Lázár. Na jó, ennyire nem félhetsz attól a rohadt műtéttől. Léci. Göteborgban lesz ez a világbajnokság. Hát több komolyságot. Úristen. Ez egy nagyon komoly göteborgi világbajnokság. Tehát Léci, adjuk meg a tiszteletet. A híres költő és a híres teniszező is egy helyen. Döbbenet, amikor két nagyság találkozik, Goethe és Borgen. Egyébként tényleg elképesztő. Csak mondom, hogy a 40. világbajnokságára... Ja nem, Kovács Lázár, zárójelben 40. Jó, hülye vagy. Azt mondom egyébként, hogy nem semmi a srác. Azt hittem, mondom, a 40. világbajnokságára készül, mondom, a kutyafáját, és 39-szer erről nem beszéltünk, csak most zárójelben rájöttem, hogy az életkort jelent. Szóval, hogy egy 6 csapú... Egy 6 darab csepű rágó is. 6 csapú készlettel folyatják majd. Nem, egy 6 fős magyar csapat megy majd velük egyébként Lázárékkal a göteborgi világbajnokságra, és ott lesz Lázár a világbajnokságon. Már 41 ére, ugye? Na, de nem erről akartunk most beszélni. Hanem egy kutatásról, és várjuk hallgatóinktól az SMS-eket, mert hogy a legviccesebb, legmegdöbbentőbb lepkiág...
Na mindegy. És a többi, és a többi. A többi tegyétek hozzá. Készült egy kutatás, ahol férfiakat és nőket vizsgáltak abból a szempontból, hogy ki beszél többet az ágyban. Ez ugye egy misztikus terület, nem csak azért misztikus, mert hogy nem nagyon emlékszünk már rá, hogy ott mi történik. És mindenki csak legendákat mesél róla. Legendákat hallunk, de hát ennyi házasság után az ember már csak aludni jár az ágyban, nem, nyilván csak humorizálunk, nem erről van szó. Megállapították, hogy általában a nők és a férfiak is tudnak váratlan dolgokat mondani úgy az ágyban, hogy a partnernél ez teljes csődöt okoz. És a kutatás arról szólt, hogy megnézték, hogy kik azok, akik többször beszélnek, mondanak dolgokat az ágyban, inkább a nők, vagy az inkább a férfiak, és kiderült, hogy a férfiak jobban szeretnek az ágyban hangot adni annak, amit jelen pillanatban éreznek, vagyis többet beszélnek az ágyban, viszont többször is mondanak váratlan, oda nem illő, vágylóan dolgokat, amivel a női partnerek nem tudnak mit kezdeni. És arra gondoltunk, hogy foglalkozunk a témával úgy, ami abszolút rádióbarát is lehet róla beszélni. Nyilván minden hallgatónknak, aki már felnőtt, vagy hát legalábbis nagykorú, és él ugye házas életet, vagy valami hasonlót, volt már a repertoárjában egy olyan mondat, hát ami nem kellett volna. Ami vagy kicsúszott, vagy nem kellett volna, vagy nem odaillő volt, vagy volt egy randia, egy egyészakás randi, és valami olyan megdöbbentő dolgot mondott neki a nő, hogy legyél kakas. Vagy... Igen. Ezt hallottad, hogy legyél kakas? Én gyerekek, órákat tudnék mesélni. Legyél kakas. Nagy dolgokat hallottam én már nagy műsorszámokban. De nem akarom holnap viszont látni magam egy bulvárlap címlapján, hogy miket hallottam én ágyban, hogy mi volt a legoda nem illőbb, mi volt a legmegdöbbentőbb dolog, amit hallgatóink nőtől, férfitől, egyiszakáskalantól, baráttól, ex-től az ágyban hallottatok, ami most nem arról szól, és nem magára az együttlétről, hogy ki milyen legyen és mennyire durva, hanem tényleg nem illett oda, hirtelen jött, felröhögtetek, és nem tudtátok hova tenni. Egy ilyen szerintem mindenkinek van. Legyél kakas, ti nem hallottatok még ilyen? Nem, hát azon nem. Gondolkodom, hogy hogy vagy kakas. Nem, a palántász be Bálint gazdája. Nálad itt megáll. De hogy vagy kakas, kakas közben? Mi az, hogy legyél kakas? Ezt nem én hallottam, nekem egy hallott sztorim, hogy egy nő egyszer egy barátomnak ezt mondta, hogy legyél kakas, és tovább csinálták fél óráig, és a csávó nem tudott koncentrálni, végig azon gondolkozott, hogy most mit csinálja. Kukorékolja, kaparjak a szemét dombon, öljem meg a többi kakast, legyek durva, csípkedjelek a csőrömmel, bubozzalak meg. Bubozzalak meg, tehát a nő odaszólt, hogy barátomnak ez egy éjszakás kaland volt, nagyon nagy szeg, óriási, és egyszerűen a nő fél egykor fölordított, fogta, legyél kakas. Azóta ez ebben a társaságban nálunk 10 éve egy ilyen vita téma, hogy mit akart a nő ezzel, hogy legyél kakas. Tehát nem derült ki, nem kérdezte meg az illető. De nyilván mindenkinek van ilyen. Persze. Egyszer egy nagy mondat, amit vagy te mondtál, vagy a párod mondta, vagy a kalandot mondod, és azóta se tudod elfelejteni. Azóta se tudod a elfelejteni. A tojócsövé. Kik a beszédesebbek, nők vagy férfiak? Szerintem a nők. A nők ott beszélnek többet, igen? Nem, bár a felmérés azt mondja, hogy a férfiaknak meg jobban a duma. A baj az, ha közben telefonon beszélget, ugye? Az igen, igen, és ha más nevét mondja, még igen. Ez a klasszikus. És akkor arra gondoltam, hogy a teflonosat nem veszek, mert azt fel lehet kapar, és szerintem, ha odafigyelünk az alulra, azzal sem lehet semmi gond. Nem kap benne oda az étel. Végeztél? Mondja mindezt a barátnőjének telefonon, miközben te nagyon, nagyon. Nagyon kavarsz. Na, te drága hallgatók, ez a témánk, jó? A kutatást mi most abból a szempontból nem boncolgatjuk, hogy igazat adunk, hogy a férfiak vagy a nők, ez teljesen mindegy. Jelen pillanatban nem is annyira számít, viszont az egy megdöbbentő mondat, amit az ágyban hallottál, abban azért mi nagyon hiszünk, hogy itt lehetnek érdekes dolgok. Nektek előző exek semmi, soha? Ami a publikus, nagyon durva, semmi, nem. Volt egyszer egy kalgóval a mosógép is további. nem volt ilyen neked, hogy mit tudom, János vedd le a sportzoknit, vagy nem. Mondjuk azt nem annyira döbbentett meg. Nekem volt egy nagyon kellemetlen élményem, még a közös pályafutásunk elején, de tényleg nagyon-nagyon az elején, amikor másik nevet mondtam. Jézus. Belőle csúszott ki másik név? Igen, és azt még mindig hallom. Tehát, hogy így időről az mindig így felmerül. Egy nőnév volt, elején... vagy férfinév? Hát ráadásul férfi. ugye nem mindegy. Nem mindegy, hogy milyen nevet mondtál. És Grósz Károly. De hogy... Karcsi. De nőinév volt, és ráadásul egy közös ismerőse. Ajajajaj. És voltál vele? Nem. Aha. Nem. De ahogy hallom, lettél volna. De benne volt. Tehát ahogy hallom, benne volt a pakliban, hogy lettél volna.
Igen, de ezt a nők egyébként kicsit túl reagálják. Hát, igen. Hát tényleg. Hát most ha 8 év házasság után kimondasz egy másik nevet, az valóban megrendítő lehet, de hát most az elején, amikor még csak egy ilyen kis körbeszimatolás, kis kertészkedés, kis finom masszatolás megy, ott bedobsz egy Gabit az Iré helyett, akkor igen, azért azt még megbocsátható. Gyere Gabi, gyere Gabi, gyere Gabi, én is jöhetek? Kérdezte Irén. Irén vagyok, jöhetek, én is odaférek, igen. Nálad valami nagyon oda nem illő csajtól, hát azért te is hasítottál a málnásba régen. Nem, de szép oda-oda, idők voltak oda-oda éregettél, azért te is a 8-ason fölértél. Semmi durva? Semmi. Nem? Valahogy. Én annyira legyűgöző voltam biztos. Hogy mindegyik elhallgatott. Hogy igen, azt mondta, hogy legyen már vége, majd menjek haza. Igen, fogták a fejüket. Miért kellett ez? Miért kellett ez? Szóval nem volt nagy mondat. Nekem utána volt. Tehát de közben nem, utána voltak olyanok, hogy... Hát utána már. Az már ér? Tehát akkor utána lehet már... Hát azért akkor se lehet az mondani. Az betudható az eufóriának. Nem, igen? A kicsi oxigénhiányt idéztél elő, és ott a csaj össze-vissza beszél. De utána mi? Hát utána volt ilyen egyszer, hogy na ezért kár volt. Szerintem amit az nem akarsz, jó. Amit nem igen. akarsz hallani. Igen, de úgy már ment ki a fürdőszem, na ezért kár volt. Mondom, baby, akkor meg is vagyunk, én is ezt gondolom, szia. De én bírtam az ilyen nőket, a legalább őszinték voltak. Egyébként az jó, legalább csak máshogy is lehetett volna csomagolni. Na, egy mondat, amit az ember, nem is azt mondom, hogy nem akar hallani, tehát ne olyanokat írjatok, amit nem akarsz hallani, ebből van 100. Amit hallottatok, mondták nektek, és nem tudtátok abban az adott pillanatban, hova tenni. Jó, SMS számunk változatlan 06-745-0000, jövünk Ákos híre jutam. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csörög a kassa? Nagyon vártam, hogy meddig kell várni ezen a héten az első 100 forintost. Hát 3:49-ig. Dobbe a pénzt, dobbe a pénzt, így van. És én nekem ma még nem kellett dobnom egyébként. Na, egy olyan vicces témával foglalkozunk, így van. Halljuk csak, halljuk. Én mondjuk egyszerre verek el sokat, tehát te apróba ugyanannyit. Hagyj, dob csak be oda, így van. Arról beszélgettünk, hogy egy amerikai kimutatás szerint... összehasonlították, hogy kik beszélnek többet az ágyban, a nők vagy a férfiak, és arról beszélgetünk, hogy igaz lehet ez a kutatás, hogy tényleg a nők beszélnek többet, tényleg a férfiak beszélnek többet, és ha már beszéd ágy közben, nyilván aki tapasztaltabb a témában, és ha jó jelöltben, már nem látom, és nyilván aki tapasztaltabb a témában, és van tapasztalata, az tudja, hogy nem tudsz úgy meghalni, hogy legalább ne legyen egy nagy mondat, amit hallottál, amit te mondtál, amit meséltek neked. Mindenkinek van ilyen élménye, hogy mi az egy mondat, ami kizökkentett, ami megdöbbentett, és amit egész egyszerűen nem tudtál hova tenni az ágyban. Mindenkitől van ilyen, vagy mindenkitől jön ilyen. Vagy mindenkinek mondanak ilyet, nem? Vagy te mondod, vagy neked mondják. Igen. Hát, tudnék én is mondani ilyet. De ez nem az én számom hangzott el. Ne felejtsem el, holnap ebédbe fizetik. Na, én ilyenekre gondolok. Tehát ilyenekre gondolok, ami nem konkrétan nyilván értelemszerűen az együttlétről szól, hanem valami teljesen oda nem illő. Na, nézzük az SMS-eket. Barátnőméknél a szobába ment minden, aminek kell. Anyáék a legyen ön is milliómost bömböltették a másikban. Nagyon beindultunk már, jött a 3 millás kérdés, hajszál csövesség idegen szóval. Töketlenkedett a játékos, a barinőm nem, én pedig már nem bírtam tovább, egyszer csak kiordítottam a megfejtést, kapilláris. Röhögésben törtünk ki, aznap már nem volt semmi, ez Joe küldte nekünk. Kapilláris. Egy éjszakás kaland, a csaj csak annyit sugott, hogy szereted a füledet? Nem tudtam hová rakni, ezután végig a jobb fülemet harapta. 3 napig kétszeresére volt duzzadva a fülem. A haverok azóta emlegetik. Hali, a feleségem aktus közben felkiáltott, a mosógép lejárt. És tényleg lejárt. Ezek a nagy mondatok. Igen, ez a szép. Azért családos emberek, azok tudják, hogy azok a nagy pillanatok, akkor, illetve a nagy pillanatok akkor jönnek el, amikor elindítottad a mosógépet. De arra mindig oda kell figyelni, hogy nehogy lejárjon közben. Így van. És tényleg lejárt. Feri küldte nekünk. Csak annyit mondott a csaj, siessek, mert már aludna. Szatyi küldte nekünk. Azt mondja, nekem annyit mondott a lány, miután végeztünk, mindjárt hozok valamit. Kiment, és behozott egy gügyögő csecsemőt mellém az ágyban. Igen, azóta azon merengek, hogy mi történhetett. Nekem 20 éves koromban volt egy 30-as csajom, mikor együtt voltunk, hihetetlen dolgokat mondott, folyamatosan kiabált, hogy adjad neki, kenjed neki, ne sajnálj! Te
teljesen becsődöltem, írja egy hallgató. Azért egy nő szájából ez az adja neki kenyet, neki ne sajnál. Ne sajnál. Nyomd a gáz, ne sajnál. Teljesen becsődöltem, írja egy hallgató. Aztán egy, micsoda, igen. Este a párom szeretget, és közben megszólal. Neked köldök sérved van. Végigment a testen. A mondat, igen, amit nem akarsz hallani. Neked köldök sérved van. Bendegúz küldte nekünk. De egyébként szimpatikus. Én egyszer érdeklődtem, hogy mégis milyen vagyok, majd 20 év házasság után azt a választ kaptam, nekem veled is jó. Na, azóta nem érdeklődöm. Igen. Gyula írta nekünk, én már hallottam ezt a mondatot együttlét közben. Ó, de jó lesne, most egy csokit voltam. Nem nagyon tudtam hová tenni. Egy forró nyári éjszakán azt mondta a lány, a fülembe súgta, úgy szeretnélek látni férfival szeretkezni. Balázs írta nekünk, köszönjük szépen. Tőle megkérdezte a hölgy, hogy zavarna-e, ha Zsanettnak hív. Azért, amikor te Gábor vagy, és a csaj megkérdezi a fülembe súgva, hogy legyél Zsanett. Kiderült pár hét múlva, hogy barátnője van. Aktus közben kérdezi a feleségem, vettél krumplit? A legjobb. A legjobb. Elszállt a romantika, Roli küldte nekünk. Legmeglepőbb az volt az eddigi 15 év alatt a férjemtől, rohadt fakocka. Ezt nyomta folyamatosan, nem értettem. Kiderült, hogy a térde alatt maradt a gyerek játéka. Az ágyúban azóta se felejtjük el. Ancsi küldte nekünk. Az a baj, egy csomó minden nem lehet beolvasni. Cináld. Cináld, cókold a cicimet. Bírnád röhögés nélkül, kérdezi egy hallgató. Nagyon szellemes, köszönjük szépen. Párommal benne voltunk a sűrűjében egy fárasztó nap után, egyszer csak azt mondta, 28. Kérdezem, hogy mi 28? A függönykarika számom. Csodás. Itt nem is a szóba. Én az ilyen mondatokra gondoltam. De hát, hogy ő közben meg tudja számolni. El kell ez rajta gondolom. Egy, kettő, három. Azért, amikor már negyed a függönykarikát számolja, azért ott nem? Tehát azért az érdemes. Igen. Na, ezen nyugoróvóra is tértünk, ezt Peti küldte nekünk. Hasonló a következő SMS. Egyik ismerősének szexözben a felesége, aki alul volt, a következőt mondta. Ráférne egy festés a plafonra. Amit nem akarsz hallani. Amit nem akarsz hallani. Azt mondja, hogy na várjál, még mi az, ami még beolvasható? Van, amit még nem olvastam, nem? Van. Sárga? Sincs rá. Aha. Igen, bejelölted? Aha. Ne csak a nagyon lájtosokat. Igen. Az autósat kijelölte be. Nem én voltam. Én a kutyásat. A kutyás, nem tudom, mondd melyik a kutyás? Hát a úriember írta, hogy egyszer szeretkezés közben a felesége a kutyájuk nevét azt nem akar, hogy majd a Buksi. Gyere, Buksi. Igen? Gyerekek, mindenkinek van nagy mondata. Jó, hát a többi sajnos nem beolvasható. Vannak durvábbak, csak az egy éjszakai műsorban férne bele, igen. Aktus közben, Jani, te hallottad már, hogy megstoppoltad az összezoknit? Kérdezi egy hallgató. Az gyerekek, én mennyi mindent tudnék mesélni? Úristen. Na, csak a felét. Nem. A negyedét. Tizedét. Nem. Jó, akkor... Egyet. Csak amiket a Viki mond. Ez a kakasos sztorit is úgy kellett elmondanom, hogy barátnak az ismerősem. Na jó, köszönjük szépen az SMS-eket. Megjött már Lázár? Itt van? Kovász? És melegszik a barbecue? Sülnek a húsok? Készülünk a 9 óra utáni barbecue világbajnokságra? Jó, de nincs zöldségeskedés meg ilyenek, na, ugye? Nehogy, már megkérdeztem Lacit. Zöldség lesz, miért lenne? Hiszen barbecue, az hús. Ja, hát ez egy barbecue party, érted? Na, és 9 óra után még Hardy Fesztiválra is lehet jegyeket nyerni, úgyhogy mindenki készüljön, mert elhangzik majd egy kérdés, jó, és ha helyesen válaszoltok rá, akkor 2 darab jegyet lehet nyerni a most szerdán induló Hardy Fesztiválra, sőt, Meet and Greet jegyet is adunk majd pénteken, és tudtok találkozni a Europe zenekarral. Visszaszámlálás. Nagyon jó, kíváncsi leszek, hogy mit fognak majd mondani, hogy jönnek az autójukkal le a fesztiválra, és akkor hallgatják a rádiót és a Kálai Tempest András új nótáját.
Oda néz majd Joey. Ezt mi írtuk? Johnra, és azt mondja neki, fél. Ezt mikor írtam? Hasonlít a Kálai dal? Ez nagyon európos, nagyon európos ez a dal. Jó dal, nagyon jó dal egyébként, nekem nagyon tetszik, de van benne egy oldag Europe. Na igen, de egyébként tényleg szeretjük ezt a dalt. Na játszunk valakivel. Itt van egy hallgatónk, hármas ugrást, játszunk már is velem. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok! Melinda vagyok. Hello, Melinda! Ciao. Honnan hívtál minket? Miskolcra. Miskolcról? Mit csinálsz Miskolcon? Egyetemre járok. Mit tanulsz? Anyagmérnök karom vagyok, vagyis hát most már kohómérnök MSZ-n. Most kezdtem. Mi van? Februárban. Igen. Te durva. Kohómérnök. Igen. Igen. De azok olyan nagy darabok azok a kohók. Olyan vasak, nem? Hát most igen, hát öntésznek készülök. Öntész? Igen. Tehát te fogsz nagy vas alkatrészeket önteni kohóba? Nem feltétlenül a vas, de körülbelül. De hogy? Hát azért ritkán csinálják csajok, nem? Hát nekem ez megtetszett. Eljöttünk családi nyílt napra, aztán amúgy is a kémia irányába indultam el. Aztán végül ez lett belőle. Sokan vannak lányokat te szakodon? Jelenleg MSZ-re 5 lány jár. Ez nem is olyan rossz. De ez nagy darab kell, hogy legyen? Tehát ilyen vastag csontú, nagyobb darab, erős fizikumú? Nem, abszolút nem szükséges hozzá. Tehát nem ilyen kis mini súlyemelő csajok járnak oda, akik így... Nem. Úgy képzelni az ember, hogy tényleg azért itt nagy súlyokat mozgattok. Hát azért ezt nők ritkán csinálják. Hát azért végül is még az alapév folyamon is sokan voltak, csak ezt a kohó mérnöki kart, ezt öten választottuk végül. Öten tudtatok beleszakítani a mázsába, ez volt az évzáró izgalom. 150 kiló a fekvenyomás, tolockodás, és bele kellett húzni a mázsába háromszor. De valami csajos szakma nem volt, vagy nem akartál, vagy ez nem is érdekelt? Nem érdekelt egyáltalán. Hát a vegyészmérnök jött még szóba, csak aztán Miskolcon akartam maradni, itt meg ezt tetszett meg. De érdekes. Fiútesók vannak, vagy miért? Nem, egy húgom van. Tényleg? Igen. És mit csinál? Kidobó a Miskolci Elvis diszkóba. Így van, de most csoportos erőszak. Mit csinál a húgod? Ő még középiskolába jár, most 9-es, úgyhogy ő még nem tudja, hogy mit fog. Ő még nem tudja. Érdekes, ez mindig érdekel engem, amikor egy csaj valami olyat választ, ami abszolút rendhagyó, és egy kohóban akar öntödésként dolgozni. Igen. Szülők mit csinálnak, Melinda? Hát anyukám kohászati szakközépiskolába járt. Hát akkor innen. Ő már nem ilyen területen dolgozik, apukám pedig mezőgazdasági gépész. Mezőgazdasági gépész. És mi volt a legdurvább dolog, amit az ágyban hallottál? Hé, hey, Melinda, ez fáj! Igen. Ne szólítsd a kezem, Léci, engedje. Na jól van. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy totál vihető. Belevágunk. Jó, így szól az első kérdés. Milyen színek láthatók Svájc nemzeti lobogóján? Piros és fehér. Így van. Mehetünk tovább? Pontosan. Igen, persze. Mit ígér a malacnak Bóbita a Vörös Sándor versében? Csókot. Nagyon jó. Te nagy vagy. Abszolút arra számítottam, hogy ezen elkezdesz majd egy kicsit gondolkodni, végigmondod magadba az adott verszakot. Ügyes vagy. Ez volt a kedvencem. Oviban. Menjünk tovább? Aztán egy életre. Tehát nehéz a harmadik? Vagy... Bocsánat, csak sietnünk el az idők miatt, igen. Akkor menjünk. Jó, nem nehéz egyébként. Nem, csak zár minket Kovász Lázár. Kinek a slágere a Pitbull-lal közösen készült On the Floor című dal? Jennifer Lopez. Ennyi! Nagyon ügyes ez vagy. Egy kohómérnök így harcol. Melinda, döbbenetesen az jó. Az utóbbi hetek legjobb játékát produkáltad. Tényleg. Nem volt várakozás, nem volt klaviatúra csattogás. Jó volt, ügyes. Hát nem is lehetett volna, mert éppen kint vagyok az egyetem területén. Ügyes köszönöm vagy. Szépen egyébként. Jó mérnökösködés neked, köszönjük. Köszönöm. Hello. Ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Igen, azért azt ő elmondta, hogy nem, valószínűleg ő önt, nem? Tehát, hogy mérnökösködik, csak nyilván humorizáltunk picit. Köszönjük szépen, Kovács Lázár barbecue világbajnokságon indul, meghívtuk ide, hogy villancson nekünk egyet. Nyilván ez az álduma, az igazi, azért rohadtul kajálni akarunk, hozott egy csomó mindent, úgyhogy készült.
Kicsit fogadjuk a barbecue világbajnokságról a hírek után, és elhangzik majd egy kérdés a Harley Fesztivállal kapcsolatban is. Ha valaki tudja a jó választ, akkor páros jegyet nyerhet a szerdán induló Harley Fesztiválra. 5 perc van pontosan 9 óra, jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 8 perccel jó reggelt. Kívánunk mindenkinek M7-es 70-es kilométerénél, Nagykanizsa felémérnek a rendőrök Anna üzente nekünk. Köszönjük szépen a 145-ös kilométernél szintén, mérik a Nagykanizsa felé haladókat, buszos Jani küldte nekünk, nagyon lassú a bejutás a 10-es úton, hát gyerekek, ott igen, mindenki, aki arra jár, kitartás. Már csak egy hónap hivatalosan? Igen, megnézted körülbelül? A júli közepére ígérték. Átadják a körforgalmat? Ígérték, de lesz benne egy kis csúszás, ez biztos. Na jó, de hogy látszik már az a bizonyos fény. Az alagút végén. Az alagút végén nem sokára átadják, úgyhogy tartsatok ki. M3-as bevezetője halál, lépésben haladunk. Hülyék a szélvédőre, köptem a vizet. Jók vagytok, írja Roberto, köszönjük szépen. Még mindig jönnek az előző témához kapcsolódó SMS-ek, de már lezártuk, hogy kinek mi volt a legmegdöbbentőbb dolog, amit az ágyban hallott. Szellemeseket próbáltunk inkább beolvasni, de hallgatóink leállítatlanok. Tehát úgy látszik, hogy tényleg mindenkinek van nagy mondat. Aztán gyorsan még egy-két SMS. Vásáros Namény Tisza hídon most pakolják ki a háromlábút, vigyázzatok, turbó. Zoli küldte nekünk, és egy kilométer se fél óra alatt a tízesen. Kibíratatlan, szörnyű. Tudjuk, bírjuk ki, de napi szinten ez már elviselhetetlen. És évek óta megy. Igen, tettünk a dologért, hogy ez megoldódjon, sokat foglalkoztunk vele, most reméljük, hogy tényleg megépül ez a körforgalom. Egerben a Mátyás Király úton mérnek, ezt Huszi küldte nekünk. Két dolgot szeretnék mondani, az egyik az, hogy új műsorvezető van a Mokkában, mert szerényebb lett Kárász Robert, a másik pedig az, hogy véradás. Azt nem tudom elképzelni. Én is csak az nem, kifejezés nem, szerintem csak véletlenül, ne adj Isten mosolygott egyet és félreértetted, nem szokott egyébként. És azért gondoltad, hogy új műsorvezető. Véradást lesz pénteken itt az Üllői út 102 alatt ismét, úgyhogy aki szeretne adni vért, az jöjjön. Be kell lehet, hogy töltsétek már a 18. életéveteket, a 60-at viszont nem. 50 kilós súlyhatárt azért el kell érni. Mindenképpen hoznatok kell magatokkal egy fényképes igazolványt, ami lehet egy személyigazolvány, egy jogosítvány, vagy egy útlevél, plusz a tajkártyát. 5-7 percig tart általában egy vérvétel. Lehet, hogy egy pici sorbaállásra számíthattok, mert hogy szokott lenni, de szerintem ki lehet bírni, és nagyon szép. Meddig adhatunk vért, János? Hát így várjál, így a felkarottal, hogy ezt nem csukott, ahol vénát találnak rajta. Bárhol. És akkor időpont? Combol, jó, bárhol. 6.30-től 11 óráig fog tartani a véradás itt az Üllői út 102-ben, mindenkit szeretettel vár a Magyar Vöröskereszt véradó kamionja és a kollektíva, ami hozzá tartozik. Gyertek tényleg. Jó. Ha na, kicsit korábban jöttök, akkor megnézhetitek, hogy tolat a sógorom. Zseni. Ő a kamion. Aha, igen, ő a sofőr. Ő a pilóta. Az menő. Akkor elvihetjük egy körre a Verdát, nem? Szerintem simán. Miközben miért egy miközben kedvére, ez durva lenne. Osan, ürömi körforgalom, 2,5 kilométer, 70 perc. Jézus. Hát ez felfoghatatlan egyébként. Felfoghatatlan. Tényleg is, évek óta beleőszülsz. És minden napod így indul. Tehát ott nincs olyan, hogy de jól ébredtem ma reggel. Nem. Nem ébredhetsz, jó? Meg kettő. Ezért nem költöztem arra. Ja. Gyönyörű környék. Az egész Üröm, Vörösvár, gyönyörű. Te jártál arra felé lovagolni. Én arra jártam lovagolni, igen. Igen, az én azért, nekem azért, hogy én délután mentem ki mindig, amikor már nagyon nagy dugó volt szintén. Én délután mentem, amikor nem volt semmi. Nem, rohadt nagy dugó volt akkor is. Majd, ha a körforgalmat átadják. Átadjuk! Közepén a Morning Show logóval kikiricsből. Átadjuk. Na, hívjuk Csabit, aki egy nagyon érdekes dolgot csinál éppen. A promója alapján, vagy a reklámspotja alapján már picit a drinkelt is. Volt. Kicsit drinki volt, mert olyan a reklámspot, hogy Csabi nagyon jókedvű. Itt van velünk. Csabi, jó reggelt, hello! Jó reggelt kívánok, szevasztok! Hogy ne volnék jókedvű? Képzeljétek el! Be vagy rúgva. Dehogy vagyok berúgva. Biztosan emlékeztek rá, hát ki ne emlékezne rá, aki a Klassz FM-et hallgatja, mindenki tudja, hogy nektek volt egy ilyen villamosos promóciótok. Egyszer felszálltatok a villamosra, és aztán végigmentetek a Budapesten, igen, és onnan ment az adás. De sokkal izgalmasabb volt annál, mint ahogy ezt most lehet hallani. Igen.
Igen, ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm, Jani, hogy bejelentkezhettem, szevasztok. Nem, hogy, na, nem, hogy akkor nem volt jegyed, és megjött a büntetés, Jani. Hmm. Na, szóval az van, hogy tulajdonképpen ezt szeretném én most folytatni, ez adta az ihletet, hogy akkor ugye a 3G-t teszteltétek ott Budapesten, működött, viszont most azt az információt kaptam, hogy a Balatont lefették 4G-vel. Hmm, na hát minden. Akkor egyből ilyenkor mi történik? Hogy na, fogunk hát így fürdeni? Le. Ja, értem, lefették, ráadásul fürdeni. És ti lementetek a pirossal letesztelni? Képzeljétek el, hogy itt vagyunk egy gyönyörű szép hajón, egy 4G hajón, és be fogunk menni egészen a Balaton közepére. Néhol kikötünk. Hogy mikor, hol lesz a kikötés, ezt majd természetesen a kívánság műsorban mondjuk, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy 10 órakor a siófoki kikötőből fogunk elindulni, és nagyon-nagyon szeretnénk magunkkal vinni jó néhány klassz hallgatót. Tehát most éppen itt van Siófokon, vagy úgy érzi, hogy 10-ig ideér, az nyugodtan jöjjön. Tehát nem kell jegyet váltani, Jani, ezt neked mondom. Tehát ingyen bérmetve bárkit elviszek. Annyi van, hogy ráadásul még nyerni is lehet. Egy 4 fős családi apartmanban 3 éjszakát lehet majd eltölteni félpanzióval, vitorlázással, oda-vissza utal, tehát hozzuk vissza a győzteseinket, és családonként adunk még egy-egy 4G képes eszközt is. És nem csak azok nyerhetnek, akik felszállnak a hajóra, értelemszerűen azoknak nagy esélyük van, hanem bárki, aki az országban hallgatja a Klassz FM-et egy SMS küldéssel, szintén megnyerheti ezt a nyereményt, mert hogy 2 van belőle, majd mondjuk a részleteket. De a legfontosabb, hogy 10 órakor elindítjuk a hajót, én vagyok a kapitány. Jézusom. Aha. De Csabi, biztos jó az? Atya Isten, egy szondát azért fújjál. Jó, de hát ezt csak mondom, tehát amúgy nem én vezetem a hajót. Jó van, izgultunk, megnyugodtam. Én tudom, hogy ti tudjátok, csak most véletlenül megijednek a hazaiak, az otthoniak, hogy úristen, hajót vezet. Nem, csak kineveztem magam kapitánynak, jó? Tehát arra megyünk, amerre én mondom, de nem én irányítok. Úgyhogy gyertek, várjuk a klassz hallgatókat, minél többen jönnek, annál jobb lesz itt a hangulat. Nekem már nagyon jó hangulatom van, itt van a piros is valahol, csak éppen a Facebookra tölti fel azt a képet, ami bizonyítja, hogy mi itt vagyunk, úgyhogy nézzétek meg a Klassz FM Facebook oldalát, és 10 óra előtt még azért bejelentkeznék, jó? Ha van rá lehetőség. Ha tudunk, akkor fölhívunk. Persze, 10 óra előtt. De jó, tehát 10-kor indultok, Siófok kikötő, ez a lényeg, ez a legfontosabb. Igen, mehet mindenki, felszállhatnak, mehetnek veletek. De csak alkoholmentes koktélokat fogyasztatok, ugye? Mind a ketten. De most komolyan, tehát nem lesz olyan, hogy itt 11 tájban azt lehet hallani, egy női hang a háttérben megszól, és kísértetésen emlékeztet a pirosnak hangját. Hala, putyim! Semmit nem tudunk garantálni, semmit nem tudunk biztosítani. Egyetlen egyet, 10 órakor kifutunk a kikötőből. Szerintem mindenképpen, megéri oda menni. Megéri oda menni, a halva jó hangulatú kis hajókázás lesz, úgyhogy aki tudjon, menjen. Csabikám, hívunk még, köszi, jó munkát nektek. Drágák vagytok, hogy lehetőséget adtatok. Szevasztok! Ciao, ciao. 10 órakor tehát Csabi, kifutnak Siófoki kikötő, aki tud, ráér, hajózna egy jót. Nyerne, menjetek, tényleg jó kis móka lesz, úgyhogy menjetek nyugodtan. Na, mi pedig kimegyünk Lázárhoz, jó? Aki barbecue világbajnokságra készül. Úgyhogy meghívtuk ide azért, hogy beszéljünk a göteborgi világbajnokságról, de hát nyilván ez mind álca. Ugye azért ezt tudjuk, hogy ez a beszélgetés valójában nem erről szól. Már vérszakra gyűlik az évad. Jönnek a szélszeseink, a promócióseink, mindenki jön enni. Úgyhogy gyorsan kimegyünk, de előtte még egy nagyon fontos dolog. Na. Méghozzá a kérdés a Harley fesztivállal kapcsolatban. Mert hogy ugye minden nap elmondtuk, hogy egyet lehet nyerni a Harley Fesztiválra, szerdán indul maga a fesztivál, pénteken pedig meet and greet jegyet nyer majd valaki a Europe zenekarral, addig pedig minden nap 2 darab páros belépőt. Játszik-e a Best of együtt szerda este? Igen! Ja nem, ez a kérdés, bocs. Te már nyertél. Ott lehet a színpadon, Feri, meet and greet. Jó lesz te. Ez nagyon jó buli. Azt nem kérem, azt a részét. Na, figyeljetek, ez a kérdés. Hányadik alkalommal rendezik meg idén a Harley Davidson Open Road Fesztivál? Nem, egyszerűen ez nem egy nehéz kérdés. Azt ugye, hogy nem? Nem. Mindenki utána tud nézni, küldjetek el nekünk. Jó, SMS számunk 06-745-00-00, picit zenélünk, mi kimegyünk Lázárhoz, aztán jövünk vissza mindjárt. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Na, hát ha minden igaz, akkor már itt is vagyunk kint. Gyerekek, óriási, kitelepültünk 4 méterre. A rádió stúdiótól. Hello, szép Lázár, hát hello, sziasztok mindenkinek. Hát, ugye nem jöttem én se egyedül. Itt van velem a csapat egyik része, illetve fele, negyede, harmada, hát nem tudom. Mert hát elég szép darab megtermett ember Gábor. Úgyhogy
jöttünk, és akkor bemutatnák azokat az ízeket nektek, meg a barbecue-t, hogy végül is miről is van szó. Ez egy barbecue világbajnokság lesz, amire ti mentek? Ez pontosan. Vagy ti főzni mentek, és egyébként ott lesz egy világbajnokság. Nem, mi megyünk bulizni, de ott lesz egy világbajnokság is. Igen, szóval azért ez nem annyira merev és félelmetes dolog. A lényeg az, hogy összegyűlnek több ország emberei, ott elkezdenek főzögetni, iszogatni, és közben megosztják a receptjeiket egymással. Tehát ez egy nagy buli. De ahogy látom, ez fasz énen készül, és ez nem azt jelenti, hogy én szigorú vagyok önmagamhoz, és magamat ostorozom, hanem ez igen, valóban fasz én. Fasz én felett, és amit láttok, ez például ez a gépezet, ez a versenymodell, direkt ezt hoztuk el, hogy ti is lássátok. Kérdezni is akartam, hogy miért volt szükség arra, hogy letörjetek egy gőzmozdonynak az elejét. Hát, igen, mert hogy ebben jól áramlik a levegő, jól áramlik a pepsőt, nem ittam még pálinkát, mert ebben a műfajba kell, de bocsánat. Majd a versenye fogsz eleget. Áramlik a levegő, és ezzel kell mindenkinek dolgoznia. Csak mondjuk hallgatóinak, akik nem látnak bennünket, bár Ustreamen egyébként lehet követni, hogy Lázár egy nagyon helyes kis asztalral itt kiterepült, mindenféle kis kellékek rajta, ezekből egy csomó mindent ismerek, egy csomó mindent nem. A paprika, a paradicsom, a számomra egy kicsit értelmezhetetlen, sosem használok evőeszközt, és mellette egy ilyen klasszik fekete kis grillsütő, amin egy nagyon helyes kémény van. Ezt nem tudtam, hogy erre kell ilyen kémény. Kell kémény, mert ugye az egésznek a lényege az áramlás, a levegőnek, a csí, az áramlás. De visszatérve még az elejére, tehát minket úgy hívnak, hogy Landmann Grill Team, tehát ez a nevünk, és aha, jelmondatunk, azért van angolul, mert ugye külföldre megyünk, Fire, Food, Friendship and Fun. Hmm? Tehát aki nem tud... Kiejtésed egészen excellent, ahogy mondja. De nem tudom, mert csak ide rávarták. Tehát, hogy voltak éve a barbecue, erről szól. Itt megmondják, hogy mit kell főzni, tehát mindenkinek vagy standard, amit lefőztök, vagy mindenki hoz bármit, véres felsállat, minden, standard, és meg, tehát standard van. Tehát mindenki egy kaját csinál egy mindenki. Egy darab disznót, illetve annak valamelyik részét, egy darab halat, egy darab, illetve négy darab csirkét, és az a lényeg, hogy 6 főre kell tálalni, és lehet készülni nemzeti étellel, és egy különleges desszerttel is, ez nincs meghatározva. Azt látjuk, hogy hoztatok a paradicsomot, kukoricát, és idefele valamit el is ütöttetek. Igen. A tarját, csak tehát a tarját hoztuk el nektek, hogy ezt meg tudjátok kóstolni. Ez... Egyet hozzá. És egyet, nem, az itt nálatok nagyon sok mászom. El kell hesegetni, de a lényeg, a hogy mi nem magyar tarját fogunk ott kapni, hanem svédet. Nem tudjuk, mert tudjuk, hogy a svéd bútorok jók, meg az a kocsit is vezetem, aha, az tök jó, de svéd hogy a svédbe a hús milyen, azt nem tudom. Ja, tehát, hogy ott kapjátok meg, tehát igen, alapanyagot nem vihetsz, nem, hanem adott ottani alapanyagokból kell dolgozni. Igen, aha, pontosan. Úgyhogy ez, de állítólag egyébként jó minőségű a svéd sertés is. Igen, de meg a húsgoly és az acél. Na viszont. Igen, ugye, és a konyhaszekrény. Mindig gyakori kérdés, hogy akkor most miben induljunk el mi magyarok, hogy akkor legyen fokhagymás, paprikás, és akkor ezt nyomjuk annyira? De ma már nem, érdemes ezeket kombinálni, és ezeket a fűszereket láthatjátok itt, aha, amit mindenki ki tud próbálni. Ezt ilyenkor próbafőzitek? Tehát van egy próbafőzés, amit megcsináltok, és már egy kész recepttel mentek ki, és azt sokadjára újra megfőzitek, amit már gondolom, hogy megsütitek, amit már lepróbáltok. Szerintem tehát nem azért van egy csapat, most mi szívesen tesztelünk, van egy csapat, akivel már ugye több hónapja együtt dolgozunk, és Gábor is itt élő példa mellettem, hogy ez rengeteg gyakorlást igényel. Ő úgy gyakorol, hogy amikor ráírő idejében, én is a ráírő idejében, a lányok pedig, mert hogy vannak a csapatnak lány része is, ők pedig a tálaláson, illetve a körítésen dolgoznak. Az itt számít, hogy hogy néz ki? Nyilván. Hogyne, nem? Hogyne, igen, az is számít, de hát igazából azért az íz az úr. És ebből kaptok most ízelítőt. Tehát mi ötvöztük a magyar konyhát az akácmézzel, illetve a külföldi konyhát a magyar akácmézzel, a szójaszosszal, a csillagyasszal. Szója szó, amit beleragadtam reggel. Nem, a rizsecet, hát ez is. Hát és a íres magyar rizsecet, hát sehol tehát, nem megyek egy jó kis rizsecet nélkül. Hogy, tehát, hogy ezekkel az ízekkel kombináljuk a fokhagymát és a paprikát. Na, de hogyha ezt megtesszük, akkor már is jön a legélvezetesebb része. Gyere, Jani, légy szíves. Hát csapat, én ezzel mesél nekünk magáról a világbajnokságról. Közel 20 csapat indul itt a bajnokságon, és... A lényeg, hogy mindenki ugyanazokból az alapanyagokból, mondtad, ugyanannyi igen, idő alatt más-más ízt fog kihozni. És itt van egy előre már egy picit meggyorsított folyamat, ugyanis még ez a tarja... Még a múlt hétről 7 órán keresztül készül. Emették meg a gyereke, olyan figyelsek mostanában. Jó, oké. Mit csinálsz vele? Hát nem, mondja nyugodtan. Várjál, csak mondom, hogy János kezében valamilyen igen, szószos öntet, amit készült ráönteni a már megsült húsra. Jó, mert Lázár kezében pedig egy pici ilyen ecsetszerű kis valami. Aha. Amivel pici, tulajdonképpen... Szóljatok, ha elég. János, várjál, kezdődöm, kenni, spriccelésben. Jó, figyelj.
Nem vagy rossz. Jó, mit öntünk rá, Lázár? Ez micsoda? Na most ettől ez az, a szósz, ami magyaros is, meg nem is. Ja, híres szójás, mézes szósz. A fűszerpaprikát a különböző paprikakrémekkel, illetve a korianderrel, a rizsettel és a mézzel kombináltuk. De szeretnénk megosztani egy olyan receptet, amiben, amit mindenki ki tud próbálni. Vegyen egy 2 kilós tarját, rakja be otthon a sütőbe, alsó-felső sütésre, 6 órára, 120 fokra. Csodát fog érezni. Ezzel a szósszal? Ne a szósz nélkül, ja. Csak úgy, ne tegyen rá sós, semmit. És 6 óráig? 6 óráig. A ház, nem? De nem, nem, de csak 120 fokon. Ja, 120 fokon. Mert hogy visszazárjuk. Aha, igen, igen, még? Igen, és akkor 2 percekig nyitogatni, kenegetni. És mi lesz a tarjával 6 órán keresztül 120 fokon? Vajpuha lesz. Vajpuha lesz? Van. Vajpuha lesz, és ezt a puhasságot semmivel nem lehet elérni, csak így, hogyha hosszú ideig, alacsony hőfokon készítjük el. Mert hogy ez a barbecue lényege, mert sokan keverik itt Magyarországon a grillel. Tehát a grill az oké, hogy fölteszed, és kész. Mint például Janinak a sajt. Mert hogy ez ugye... Nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltatok rám. Igen, ugye így. Tehát az a grill, amikor csak hirtelen megpörgetjük. Az a grillezés. A barbecue az viszont az, amikor hosszan. Aha. Én azt hittem a barbecue-tól azért barbecue, mert hogy a szósz, amiben beleforgatod, az adja meg a barbecue sellegét. Lassabb, kisebb a hőfoka a barbecue-nak, ugye? Aha. Igen. És igen. Zárt terű, tehát azért tudod ezt rátenni a grillnél, meg nem feltétlenül kell lezárni a tetejét. Most gondoljátok el, hogy ott vagyunk 3 napig, és ebből 2 napig csak főzünk folyamatosan, mert hogy ahhoz, hogy egy marha mondjuk elkészüljön 12-16 óra alatt, az folyamatosan táplálni kell a tüzet, inni kell, és hogy majd ugye, hogy kávét, és ápolni kell. A tüzet is így, értem én, miről szól ez a világbajnokság, igen. Hány napig vagy tokod? Tessék? Hány napig vagy tokod? Elvileg 3, de lehet, hogy csak egy hét múlva jövünk. Mert... Szerencsére ott vannak a lány csapattagok, úgyhogy mindig lehet panírozni. Igen, felügyelet alatt vagyunk. És... Igen, úgyhogy... Egyébként a magyar konyháról mi hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy világverő konyha vagyunk, és mindenhol ismernek bennünket, és az erős pista, és a paprika, és a jó magyar gulyás, aztán mész 300 kilométert, és fingjuk, mint csak külföldieknek egyébként, sajnos nem nagyon ismerik, nem? De, tehát gondolom, hogy te is ezt tapasztalat, hogy azért így tudják, de azért szeretjük azt gondolni, hogy a magyar konyha világhírű, de sajnos nem az. De azért az, mert az volt, és az is lesz, csak most egy picit, most egyébként nagyon föl van hájpolva a magyar konyha, meg Budapest is, mert hogy tényleg nagyon jó, kombináljuk mi ezeket az ízeket. Ez ugyanaz, mint a Matyó Motivum rákerült egy Forma 1-es versenyautó pilótának a ruhájára. Tehát, hogyha kombinálod bizonyos dolgokkal a magyar konyhát, akkor annak világsikere van. Tessék. Köszönöm szépen. De úgy, mint egy olasz konyha, vagy például annyira nem konyha. Tehát azért annyira nem, sajnos nem. Pedig egyébként már lehetne egy csomó minden, ami híresebb lehetne, mint amennyire híres. Igen, de itt az van, hogy a magyar konyha az egy melós konyha. Tehát nagyon pirítani, párolni, összerakni, mártás külön. Nem olyan, hogyha megfőzöd a tésztát, árakod a szószt. Hát az... Hülye olaszok. Hülye olaszok. Órák, és hát ő is az egy gyakran. Mi a recept, Gábor? Jó, üdvözlök mindenkit! Igazából magán a versenyen 5 kötelező kategória van, amit el kell készítenünk. Ez van a sertés, tarja és lapocka egyben. Ez körülbelül ebbe egy 5-6 kilós darabot fogunk kapni, és ezt kell egészen megsütnünk. Illetve sertés kategóriában lesz még sertés oldalas. Ehhez lesz egy narancsos, fahéjas receptünk, amit úgy fogunk elkészíteni körülbelül szintén egy olyan jó 4-5 órosz alatt. És csirke, egész csirke kategória. Ez a kategória, hogy egész csirke? Egész csirke. Ez maga a kategória, hogy egész csirke. Ez menő egyébként, nem? Mi hárman kéne, hogy elinduljunk egy csapat. Tessék? Egész halott csirke. Hát élő már nem. És ha halban gondolkozol, akkor magyar halat lehet kivinni. Kárászt például az ember. Nem grillezel? Hát... Szívesen grillezni kárászt. Lehet grillezni, de egyébként ott az alapanyagot megkapjuk. Tehát azzal kezdődik a verseny, hogy mindenki kap egy egységes kosarat. Igen, ezt a Lázár is elmondta, hogy ugyanazok az alapanyagok. Ugyanazok az alapanyagok lesznek, tehát a magyar kárász nem fér bele a kategóriába. Kint egyébként lazasz lesz. Kik a baromi jók egyébként? Tehát van ilyen, hogy a világbajnokságnak... A Lázárék, oké, de van ilyen, hogy esélyese mondjuk a világbajnokságnak, a nem tudom, mi gyerekek, van. A svédek annyira brutálisan jól barbecue-znak, hogy megölítők. Igen, nem, a barbecue is ugye, mivel nagyon populáris, és mindenki kedvet kap hozzá, meg azért készíti, illetve űzi, így... Aha, így
Hívott a sponsor, hogy hallja a megszólalást, nagyon tetszik látni. Mindenképpen volt. Nem mondtam, főnök úr, most mondtam be, hogy Landmann Green Team, most mondtam be. Nem mondjuk szponzorokat, nem is az a szponzor. Tehát a lényeg, hogy jók, az amerikaiak azért vagyunk nagyon jók, tehát azért jók nem benne, a kezdték, mert ha Bogrács verseny lenne, nyilván mi nyernénk, de nem az, ez a gőzmozdonyos verseny, mármint a sütőt illetően azért ez egy másik kategória. Jó, és ebben tényleg az amerikaiak, igen? Tehát az amerikaiak viszont... egyébként a svédek meg a dánok is nagyon jók, annak ellenére, hogy kimondva ez elég hideg, de tudják. Igen. És most nagyon feljövőben vannak a Fülöp-szigetek. Na, de én akkor már nem is húzom tovább az időt. Itt a profil, figyeljetek, hogy az amatőrökről van szó, az amatőrök számára mondjuk egy jó tanács, például, hogyha mondjuk Balázs otthon szeretne egy ilyen kis barbecue csinálni a hétvégén, mennyire ajánlanátok neki, emellett a szőrmennyiség mellett, ami az alkalmával, valamiféle védőruhát. Gyerekek, a közelemben nyílt lánk használat a tilos. Tehát egyszer az én fanszőröm meggyulladott, leég a kerület. Hát akkor ezért nagyon, mert a füstnek is komoly szerepe van. Tehát az adja meg az ízét, a tetejének az íz a pontot, tehát hogy milyen. Na, közben csak mondjuk, hogy Lázár lekapta a tűzről egyébként ezt az előre sütött kis húsit, mert azért 6-8 óránk nyilván erre a dologra nem volt. Tehát a hétvégi kerti parti maradékát, amit Lázár hozott, igen. Hogy kívülről rendkívül ropogós, belül meg ez a crispy and juicy kategória. Aha, jelentsen tehát, ez bármit is. Igen, tehát a szaftos, kívül ropogós, uh-huh. és ilyen állagot csak úgy tudsz elérni. Most nézd meg, hogy omlik szét a hús. Erre teszek még egy kis szószt, amit ugye az előbb is tettünk rá, és most kóstoljátok meg. Bőgézően bász a szószal. Én azt gondolom, milyen? Hogy az el akarsz fedni vele. Az ember, én ennyi szószt öntök otthon, az gyanúgy se válik a családnak, hogy nem sikerült a vasárnapi ebéd. És akkor ugyanez, mondom, hogy itt van a sajt verziója is. Igen. Na, ez kétfajta kecske és jósajt. Lázár közben leszedegeti a grillről a sajt darabokat. Nagyon profi. Jánosnak. Inkább úgy. És akkor jön a zsűri, és ezeket körbe kóstolja? De ez egy szubjektív dolog, hogy kinek mennyire ízlik. Hát itt nincs objektív győztes. Nekem ez ízlik jobban, nekem az ízlik jobban. Hogy döntik el, hogy ki a győztes? Az állag nagyon fontos. Kinek mennyi lesz puha? Az állaga. Mert ugyanis azért gondolod, de ott vagy reggeltől másnap, vagy estétől másnap, mondjuk 10 óráig, amikor tálalni kell, betesz a marhát, este beteszed 10-kor, és azon arra mész rá, hogy a hőfok itt a hőmérőn 120 fok és 130 fok között legyen. És ezt állandóan szabályozni kell a nyitásokkal, zárásokkal, tehát ez egy ilyen munka. Ja, igen, mert hogy ezen a kis sütőn, ezen van egy kályha, a kályhánon van egy ilyen kis szeleprésze, kémény része, lezárod, kinyitod. Aha, tehát és ezzel szabályozod a hőt. És akkor, hogyha folyamatosan 120 fogod tartani a nagy melóval, és ébren tudsz maradni, és nem alszol, nem fejled le a gőzmozdony, akkor reggelre ott van egy ilyen kitűnő hús. Na, és azért erre és mindenki oda. Te oda viszed? És ők megnézik, hogy és akkor, na, akkor ebben maradt elegendő szaft, nagyon jó, kívül ropogós, na de milyen az íze? Megeszi, és azt mondja, és hogy... És fontos, hogy jól kell eladni, érted? Oda viszont azt mondod, hogy kívül ropog, belül puha, a dánok ki meg... Csupa. Nem igazából anonim. Igen. Ezzel szerintem bevő vagy. Tehát ezzel megnyerted. Maga az anonim, tehát nem mi visszük oda az ételt, hanem a hostessek, és oda lerakják, tehát nem tudják, hogy melyik ország készítette meg, hogy ki. Presztízs értékben egyébként ennek van valamennyi érték, hogy ez inkább egy kaland. Kimentek, brahi, ez együtt kaland. Vagytok, ott ez vagytok. Ez egy kaland, ez egy poén. De... Jó, azért nem menteges magad előre, hogy nem lesz ez egy kaland. Azért megkentük a zsűrit úgy. Azért a megfelelési vágy, szóval nem, mi nem akarunk senkinek megfelelni, mi azokat az ízeket, amit mi jónak gondolunk, azokat megmérettetjük, de egyébként itt a buli a lényeg, meg az, hogy tényleg hát kifizetik, hogy Svédországba kimenjünk, hát végül is. Ezt szeretem, hogy ilyen őszinte vagy, és ezt így kimondod, hogy gyerekek, repülők, kajapia, 3 nap szállás, miért nem menni? Ez nyilvános verseny, tehát ilyenkor egyébként olyan ez, mint egy ilyen kis búcsú, hogy közben jönnek emberek, kóstolnak, ott vannak, tehát mint egy bajai halászté fesztivál, ahol egyébként itt főztök, és közben jönnek benneteket nézni, vagy ez egy zárt helyen zajlik valahol, ti a versenyzők, a zsűri, és semmi bámulás. Néznek minket, sőt, kell olyan ételt is készítenünk, amit közönségnek készítünk. És ott nagyon bevállaltuk magunkat, mert ugye azt arra tettük fel a dolgot, hogy kürtöst kalást fogunk készíteni, mert azt senki nem fog készíteni. Tehát desszert kategórián nagyon-nagyon számít. Nagyon beragadt ez a kürtös kalács. Mindenki azt hiszi egyébként a világban sehol máshol nem csinálnak, mindenki ebből akar megélni. Mert ezt a melós kaját így elkészítik. Jó, de itt a faszén eleve.
ki le dolgozott. Most miért ostorozott magad? Dolgozva egy ilyen... Sicseretes, ez nem a kürtös kalács, ez kis kürtös kalács, tehát ez ekkora. És ez egy ilyen kis desszert jelleggel, még igen, dobtok egy kürtös kalácsot? Igen, tehát ez lesz a desszert, a nemzeti desszertünk, ami végül is egyébként valóban könnyen elkészíthető és populáris, tehát hogy az édeset mindenki szereti, meg még csak egy desszertről van szó. Úgyhogy így áll fel a csapat, így áll fel az ételsor, hát és akkor neki vágunk. Lázár, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. De várjál, mondjátok ma, jó volt, meg kóstoltátok. Nekem ez ízlik, hát anyósom oldalas a hasonló egyébként. És nem szöcnötöl vele ennyit a mama. Nem főzi a mama másfél napig, egyébként nagyon puha, nagyon omlós. Ez mi? Ez a tarja. Ez a tarja. Köszönjük. Hajrá, sok sikert hozzá. Tényleg nem tudom megkóstolni, én ugye vegetáriánus vagyok, de egyszer láttam már ilyet nyáron Borsod megyében baktakék mellett, csak annak csíkos volt a bundája még. Igen. Az útszéle. Nem, biztos, hogy nagyon finom, de ezt a srácok tudják megmondani. Az a zöldségek még standard hozzák magukat. Nyilván, úgyhogy mondom, tehát most készülünk nagy erőkkel, kövessenek mindenki a Facebookon, oda ki fogjuk posztolni azokat, hogy éppen mi történik velünk, valamint a recepteket is később meg fogjuk osztani, mert nem titkos, hogy mindenki aztán el tudja készíteni. Ha egy csapattal kidől, akkor itt van egy ember, aki puszta kézzel öli a malacot egy csapással, úgyhogy nem kell megölnie, mert öngyilkosok. Csak meglátnak és már ráugrik a barbecue-ra. Lázár Gábor, köszönjük, hogy itt voltatok. Szevasztok, köszönjük szépen, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz pontosan, 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Finom volt, gyerekek. Nagyon. Humorizáltunk, röhögtünk, de tényleg jó, amit soha csinál. Ilyen nyers kukoricát még nem ettem. Igen, hát neked ez... De jó volt, szükös, jó, szükös, igen. Neked ez nem, ezek nem a te reggelieid, de tényleg nagyon finom. Nagyon finom. Látványra óriási volt. Nagyon szép volt, igen. Az látszó tarja. Még nagy mulatság lehet, kimennek háromnak ökörködés, nem, közben azért főznek is egy jót, és elindulnak egy barbecue világbajnokságon. Jó, de tényleg jó, amit csinálnak. Hazaérnek, kihozzanodnak, és megnézik, hogy hanyadikok vettek. Igen, és elolvassák a róluk szóló híreket, igen, hogy mi történt valójában. Na, de helyesek voltak, meg készültek, sok mindennel jöttek, úgyhogy köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Figyelj, Lázáréknak. Ha lehetne lerakni füttyöt, akkor vennél egy ilyet a gyereknek? Hát egyébként simán, és azzal az energiával, ami benne van, el is viszi. De jó, hát ez egy teljesen más dolog, mint a kerti grillezés. Tehát ez egy külön tudomány, hogy engeded be a gőzt, mennyi, 6 óra, 120 fok, hogy tartod, azért ez nem az a villantás, hogy jönnek avajra, feldobod, és akkor grillen megforgatsz, nem tudom, némi kis garnéla farkat, azért ez egy kicsit összetettebb dolog, de sütőben is meg lehet csinálni. Mennyi az idő? Sütőben. Már 140. Ja, ez nem. Igen, nekem ez körülbelül így menne. Na, mutatjuk, hogy miről is beszélgettünk ma reggel. Egyrészt beszéltünk egy 22 éves postás fiúról, akit nem is nagyon tudunk, hogy került a postára, és hogy dolgozhatott ott mindenféle elkölcsi bizonyítvány nélkül, mert hogy már előtte is voltak kétes ügyei, és hát nem vitte fel a postai rendszerbe a befizetett összegeket, és lenyúlt több százezer forintot. Hosszas hónapok után derült ki, hogy a fiú kidolgozott egy egészen jó rendszert, és hát meglopta azokat, akik szerettek volna csekket befizetni. És arról beszéltünk, nem támogatva, nem elismerve ezt a dolgot, de mégis arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy ők, amikor pénz közelébe kerültek, volt-e már olyan, hogy loptak pincérként, kürtös kalács árusként, mozi egy pénztárosként, jegykezelőként, bármi. Tényleg volt-e olyan, hogy kisebb-nagyobb összegekkel egy nyugdíj előtakarékosságba kezdtek? Így finomítottuk, igen, a dolgot. És azt kell mondanom, hogy nem a postás fiú volt a legügyesebb. Nem. Ugye, nem, a beérkező SMS-ek alapján. Hát a legjobb a Seri volt. Nekem, igen, azt tetszett a legjobban. Igen, hogy tudsz úgy felütni. Semmit. Egy Seri. Semmi. Egy Seri? Már írom is. Senki ne csináljon ilyet, tényleg nem támogatjuk, nem, de meghallgattuk hallgatóinkat, hogy ki hogy próbált egy kicsi plusz bevételhez jutni. Erről beszéltünk, valamint szóba jöttek azon mondatok is, amiket az ember nem akar hallani szeretkezés közben, mert hogy egy ilyen legalább mindenkinek volt, ami nem magával az együttléttel kapcsolatos, hanem egy oda nem illő, teljesen váratlan, fura mondat vagy a nőtől, vagy a pasitól, ami megöli az egész bulit. Hát sokan írtak nekünk, hogy mit mondtak, vagy mit hallottak. Például apádon azért érződött a rutin. Na, ezt sose akarnám hallani. 3-4-10 van, most ezen pillanatokat újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Itt vagyunk, 7 perc van pontosan 10 óra. Jánosunk elment. Dobjál egy 100-as, mert nem vagy itt a megszólaláson. Szörnyű dolgot vettünk észre egyébként, úgyhogy mint a mikrofon szivacsokat vinnünk kell magunkkal be a szerkesztőségi szobánkba a dolgot. Így van. Ne beszéljünk róla. Ne. Én is azt gondolom. Ne. Szerintem ne. Ne. Ne.
De hogy Janinak kell dobni egy százast, hiszen nincs itt a megszólaláson. De most elengedtük. Na, azt mondja, hogy hívjuk először a Harley jegy nyertesét, mert hogy elhangzott egy kérdés. De. Hívjuk. Ez az abszolút értelmezhetetlen megszólalás. De, nem. De, morning show. De. Az bizony. Ja, az bocs. Bizony. Várjál, minden van itt. Hello, jó reggelt. Hello. Ciao, hello. Ez az. Aláírtad. Norbi, jó helyen vagyunk, Norbi? Igen, Norbi hello, vagyok. Hello, Norbi. Szerettél volna elmenni a Harley Fesztiválra? Igen, szeretnék. De kár, nem fog. Szevasz, Norbi, dehogy is. Hányadik alkalommal rendezik ki az idén az Operót Fesztet? Ez volt a kérdés. Mi a jó válasz? 16. így van. Kivel mész, Norbi? A barátnőmmel, hogyha ő is jön. Ja, hogy ezt ő még nem tudja? Még eddig nem. Még nem tudja. Voltatok, vagy most mennétek először? Most mennénk először. Jó. Szerdán Best of koncert. Gyere, várunk nagy szeretettel, jó Bizony. Lesz. Aztán Europe koncert. Arra mindenképp. És hát tankcsapda, ahol mind az egy számukat. Mind az egy számukat, de szemét vagy te is. De nagyon sok hazai fellépő, nagyon rock zenekarok, úgyhogy nagy mulatság lesz. Küldjük neked a jegyet, jó Norbi? Köszi. Érezd magad, jó? Hol hallgatsz minket, azt még nem kérdeztem. Lentiben. Jól van, kapod a jegyet. Köszi, ciao. Köszi, Hello. Na, holnap is lesz egyébként lehetőség nyerni. Sőt, egész héten, és pénteken pedig mink van? Meet and greetünk a Európa. Azt nem tudom, ide a Európot ismerem. Találkozhatnak, megszorongathatják a kezüket. Ó, Istenem. És fog közös fotózkodás a Európa zenekarra. Na, hívjuk a naphallgatóját. Morning show. Azt bizony. Azt a hangot. Ez mi? Hello. Peti, jó helyen? Jó helyen. Szervusz, jó reggel. Hello. Írtál nekünk SMS-t. A te párod mondta, hogy 28? Hát, is erős, ének az is erősnek. Halljuk be, nekem. Hogy mi az erős? Erős, ezt értettük. Mi az erős, Peti? Nem erős, ismerős, tudod, szokták mondani, ismerősének az ismerősénél történt. Nem, túl közel történt, velem történt. Ez a párom volt. Igen, írtad nekünk, ugye, hogy ki milyen furcsa mondatot hallott már ágyban, ez volt a témánk. Párommal benne voltunk a sűrűjében egy fárasztó nap után, egyszer csak mondta 28. Kérdezem, mi 28? A függöny karikák száma. Ezzel nyugovóra is tértünk. Peti, te vagy a nap hallgatója ezzel az SMS-sel. Együtt vagytok még? Többé-kevésbé. Jó. Úristen, most már jönnek az ismerősök telefonjai. Bizonyos. Kérdezzük, hogy Petikém, szép mentetek, Petikém, mit tettek? Nem kérdezünk erről többet, küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Jó. Köszi, hogy minket hallgatsz. Örülsz neki picit? Persze, hogy örülök. Ez a második alkalom. Na, az első nél biztos még boldogabb volt. Petikém, köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Köszi szépen, sziasztok, szép napot. Hello. Már megszokta, tudod, az érzést, hogy ő a nap hallgató, és azért másodjára már nem örült annyira. Igen. Na, Csabi, itt van. Csabi, hello! Jó napot kívánok, szevasztok! Hát figyelj, ha ezzel lennék a nap hallgatója, én sem örülnék nagyon, tehát azért én megértem őt. Igen. És képzeljétek el, itt vagyunk Siófokon, még mindig, Janinak jobbulást kívánunk, és most szállnak be a hallgatóink, akiket elviszünk egy álomhajózásra, ráadásul egy álomhétvégét nyerhetnek. Nagyon-nagyon fontos tudnivaló azoknak, akik még szeretnének velünk tartani, hogy 2 órás etapokban jövünk, megyünk, tehát 2 óra múlva visszaérkezünk ide a siófoki kikötőbe, és aztán újabb hallgatókat várunk. Tehát dél körül megint meg fogunk állni. Egész nap lehet velünk tesztelni a 4G-t itt a Balaton környékén, és közben persze kívánságműsor, játék, még egyszer mondom, álom hétvégét lehet nyerni. Úgyhogy csodálatos napunk lesz. Csabi, te kész vagy. Annyira meggyőző vagy. Figyelj, tegnap este már ott voltatok Siófokon, vagy most mentél reggel? Ne, én már tegnap este lejöttünk, na, persze. Itt voltam. Hallottad, már tegnap este, úgyhogy értek mindent. Tudom, értik. Hogy ilyenkor mi van. Mi ez a jó kedv? Na mi van? Mi nagyon. Van ilyenkor? Ráadásul itt van a piros is, hallgassátok meg a hangját. Itt vagy, piros? De itt vagyok. Hello, az előbb, igen, itt voltunk, sziasztok, Siófokon, és semmi olyan nem történt, ami miatt mondjuk Csabinak furcsa lenne a hangja. Én sem vihogtam sokat, senki nem panaszkodott, képzeljétek el, a békák kurutyoltak csak a szálloda előtt. Persze, csend volt, nyugalom volt. Nem voltunk ott, nem volt, aki panaszkodjon. Nem volt ugye? Igen. Jó van, ügyesek legyetek, tehát aki most felfér, az menjen, ha nem, akkor legközelebb délben Siófokon a hajóállomásnál. Oké, Csab, jó mulatás nektek, jó munkát. Indul az álomhajó, Abázi Csaba kapitány, kihajózi! Biztos, hogy csomag. Húzzátok fel a horgonyokat! Szia, Csabi! Hello, Csaba! Ciao! Tuti, hogy be van tépve.
Mi van? Tóti, semmi, ittak egész este. Nyilván. Be van drinkálva. De szeretem, figyelj, jó hajós kapitány így csinál. Ez nem? Tehát egy muszáj, muszáj a kezébe venni az irányítást. Jól van, na, megyünk mi is, jó? Holnap jövünk 6-kor, 555-55-00. Ez Csabi telefonszáma, amit most ne hívjatok. Jó, viszont SMS-be lehet a Csabi oldalt kérni, nyilván, mert Csabi SMS-ben abszolút elérhető, hiszen pont tesztelik a 4G-t, úgyhogy hívhatjátok SMS-ben, teljesíti ugyanúgy a kívánságokat. Mi pedig jövünk holnap 6-kor. Elmondtunk mindent? Szerintem elmondtunk, igen. Holnap is lesz Harley jegy, ez a fontos. Ez a legfontosabb, így van. Egy perc, van 10 óra, holnap jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.